open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 17 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggel. Milyen nap van ma? Szerda? Hét közepe van, szerda. És itt vagyunk újra. Itt vagyunk. Bocsánat, a sok zenét kedves hallgatók, csak volt egy nem fogadott hívásunk az NMHH-tól is vissza kellett. Azt hittük, hogy már most már nem vagyunk, de azt tekintem, hogy nem félre, mert most nem minket akartak hívni. Igen, rajtunk már nincs így meglüntetni, úgyhogy letettük a telefont, bontottuk a vonalat, átirányítottuk őket a Music FM-re, viszont itt vagyunk. Igen, csak mondom azért, hogy ezért fájni fog az évi 4-500 millió, amit befizettünk. Megoldjátok valamiben. Hát, ügyesen. Augusztus utolsó napja, gyerekek. Bizonyám, holnaptól iskola, gyerekek. Fizetés és iskola, ez a két nap van. Így van. Hát az egyiknek örülünk, a másiknak meg... A másiknak is örülünk egyébként, hogy most így jobban belegondolok, csak hát... Hát azért, hogy náluk teljes nihil van most otthon. De elkeseredés? Igen, nagyon elkeseredett, Virág, hogy ez a kis röpke két hónapos. Elhussant az életében. Ez a röpke 10-11 hét, ez így elment. Persze, mondta neki, hogy én mondom, micsoda, ne vicceljél már. Két hónapig voltál itthon, azt csináltál, amit akartál. Most ez a kis tanulás fog fájni, ez a fél évecske. Ez a kis, igen. De nem már lesz tavaszi szünet meg őszi, úgyhogy... Persze. Majd diktáljátok időpontokat, hogy fel tudjak rá készülni, jó? Jó, hogy tanuljam a dolgokat, hogy mi mikor van. Hát most befizetések lesznek, most holnap kapsz egy nagyon komoly listát. Arról, ugye első nap az iskolában lesz évnyitó, ha még nem volt meg, mert valahol már hétfőn megcsinálták. Péntek. Vagy péntek, mert múlt hét pénteken? Nem, most pénteken lesz. Ja. Akkor holnap még nem mentek? De holnap már megyünk iskolába. De holnap már mentek, de pénteken van. Évnyitó kapni fog egy szép listát arról, hogy a alapítványi támogatás, ebédbefizetés, osztálykirándulás, pénz, ezeket szépen gyűjtögesd össze. Tabló. Ez az első, amit be kell fizetned, aztán ugye átvetted a könyveket, jön az osztályfőnöki óra, és akkor utána már készülhetsz az októberre. Tehát becsengettem nekik egy mínusz, azt mondja, hogy itt 10.455-t. Ez mire? Ezek a tankönyvek voltak. Tankönyv 14-szer. Kezdődik. Igen, de ez még csak az első rész. Elkezdtek legombolni róla. Így van, megint fő is tenni kezdünk elválni. Kedves szülőtársainkkal egyetemben. Hát ez van, de hát nyilván kifizeted, mert úgy a könyv nélkül nehéz tanulni. Okosodik a gyerek, arra kell gondolni. Aha. Okosodik a gyermek. Egyszer neki. Kíváncsi leszek, hogy mikor éri majd el Benni azt a kort, amikor már ezek az érvek már nem annyira fognak nála betalni. Mi már egy pár éve sajnos abban a korban vagyunk, amikor már ezek az érvek már... Jó, apa, hagyjuk. Már nem találnak? Nem találnak. Nem nagyon tudod, egy idő után nem tudod motiválni ezzel. Még öröm van nálunk, még így második, tehát Hanna még örömmel készül rá, már ő várja, de azt tudom, hogy negyedikben... Most kezd nálunk keményedni olyan tekintetben legalábbis, hogy most az első év ez jó volt, összeismerkedtek, barátkoztak, játékos formában tanulgattak, de hogy ugye még nagy komoly számolkérések nem voltak, hát lassan majd ő is elkezd megmagolni. Így van, más lesz ugye a... Tehát, hogy osztályzás van, mert eddig csak kiskatica volt. Igen, eddig kiskatica volt, meg mit napraforgott, meg méhecskét kellett gyűjteni, ha volt 5 napraforgód azért egy katicát, 18 katica egy aranyméhecskét, és akkor akármicsoda, és most már van és az egy 300 tudott aranyméhecske egy 2-es. Így van, de az már nagyon szigorú iskola. Nagyon szigorú iskola, 300 tudott aranyméhecske egy 2-es elég, úgyhogy 4600 opuszumot kell összegyűjteni, hogy meglegyen a 3-as. Így van. Úgyhogy így alakult a dolog. Igen, hát nekünk is holnap. Holnap elindul a történet, úgyhogy... Megvan minden? Hát én kicsit kiestem ebből, de én nagyon remélem, hogy hurkapálcikákkal, iskola köpennyel, fehér zoknival is nem tudom, mivel indulunk neki holnap az iskolának. Minden, meccióló, vágóló, színes. Ez a gazdasági van egy. Igen, ezért nagyon. Már gyűjtenek traktorra is. Borász lesz a gyerek. Mezőgazdasági általános iskolában indul a gyerek, úgyhogy minden lesz. Kíváncsi leszünk, mi lesz az első egy kacsolásból. Szőlőtaposással nyitjuk.
alaposásra nyitják holnap reggel. Mi azzal indítottuk egyébként annak idején az évet, a betakarítási munkákba való bekapcsolódással, de jó is volt az, tehát hogy éppen, hogy csak elkezdtük az iskolát, rögtön mentünk Kiskunbaesre szőlőt szedni, vagy céklát, az nem volt egyébként rossz. A reggel csípősök voltak, de utána, amikor beindult, hát de jó volt. Paprikacsumázás. Így van, hú, de jó volt az kesztyű nélkül, egy hétig fájt utána a kezem. Nekem sosem kellett ilyet csinálni. Akkor velük a baj, hogy fővárosi iskolákkal van a baj. Hát nem baj, nincs veletek. Biztos valami elitiskola volt. Hát biztos. Amilyen elit általános iskolában jártam, az nagyon elit volt. Nálunk nyilván a harmadik kerületben nehezebben megvalósítható, mint mondjuk Újkígyósi általános iskolában. Tehát, hogy nekünk ez normális volt, meg volt cukorrépázás, meg ilyeneket csináltunk. Répázás nálunk is volt. Hát ezt már kicsit később. Én cukorrépának hívtam. Igen. Mert édes mindenki volt, meg akarta kóstolni a cukorrépán. Nagyon jó osztálykirándulások voltak, minden cukorrépán. Hát megkosoltattunk a lányokkal. És el is hitték, hogy cukorépa egyébként. Úgyhogy, hát te más itt azért a fővárosban, azért nyilván más. Tehát itt nem. Hát nem tudod megoldani egyszer, egész egyszerűen, mert nincs termőterület. Úgyhogy nálunk három nap volt össze, három napos ilyen meló volt. Imádtuk, alig vártam. Hát mert október elején nekünk egyébként az volt az őszi szünet, rájöttem, hogy bennünket egyébként nagyon szivattak ezzel. Tehát ami a mai gyerekeknek jár, hogy ugye ők már ősszel egy hétig nem lesznek, az nekünk is járt volna szerintem, csak ott azt mondták, hogy na, akkor lehet menni paprikát csumálni. De fizetek érte. Nekünk nagyon jól jött annak idején, én imádtam. De azt te kaptad meg? Persze. Persze, nem ilyen osztálypénz ment meg ilyesmi, nem rendesen megkaptuk kvázi fizetésként. Hát mi akkor a szívóágon voltunk, hogy akkor tényleg, igen. Mi elmentünk belőle valahova. De hogy az megkaptátok az agrárcumit. Nem, mi az volt, hogy egy héten keresztül ott melóztunk szépen, és ráadásul teljesítményéről fizettek, tehát hogy ténylegesen annyit kaptál, amennyi szőlőt leszettél, vagy amennyi cukorrépát, vagy mit tudom én, mit céklát összeszedtél, akármit, tehát hogy így. Ja, akkor mi ezért nem kaptunk egy fillért se, teljesítmény béres volt, jó, mert emlékszem, hogy volt két osztálytársam, ők például a kicsumázott, hogy hívják, paprika darabokon tudtak aludni, irgalmatlan jót, és így nem értetted, hogy a rasszter szél... Igen, akkor ez lehetett az oka. Jó újságpapír gyűjtöttünk nekünk, ez volt a legtöbb. És fémezés is volt. Beadtuk mindent, persze, a szomszéd biciklitjáró keretét a hidésnének, tehát mindent vittünk, amiért pénzt lehetett kapni, de nálunk nem volt ilyen nagy elvonulás. Nekem az általánosban nem nagyon emlékszem. Ilyen vásárokat csináltunk, akkor el tudtad adni a saját dolgaidat. És akkor az a te pénzed volt. Volt egy suli vásár. Akkor elvittél otthonról egy csomó mindent, és eladtad. Az se rossz. Nagyon menő volt, rengeteg pénzt kerestem vele. Egyébként. Nagy kufár volt? Nagy, nagyon mindent. Tudom, hogy már akkor is, akkor nem tudom, 50 vagy 100 forint, nagyon nagy, sok pénznek számított. Valami nagyon ment a biznisz, de már nem tudom, mit árultam. Hát gondolom, mert megunt játék. Na, az, hogy berítél egy csomó mindent. Már igen. Akkor is veled adták el a kakit. Így van, így van. Egy jó mosoly. És ez azóta sem változott. Látod, most is a szart adják el. De milyen jól adják el. Hát, ugye? Értem. Milyen jó csomagás. De milyen szép a csomagás. Mindent megveszünk. Igen. Valahogy ez már akkor is. Akkor is működött. Jut eszel? Nem erről természetesen, nem ehhez kapcsolódik, de a forgatás... Forgatás befejeztétek? Befejeztük. Szabad ember. Tegnap éjjel 3-4-1-kor vagy éjjel 1-kor kisétáltam. Segítsen tévé. A villa ajtaján, úgyhogy. Segítsen tévé, mondd meg, ki győz. Azt még nem tudom, az nincs meg. Az egy élőadás lesz majd. Hopp! Az ki van ezt találva, öcsém? Ki van ezt találva? Van itt gógyi. Van itt gógyi, ahol ezt bementek. Szakemberek dolgoznak. Egy élő adásra lesz majd vége, és egy élő adásban dől el, szeptember végén, ugye 4 hét múlva, hogy melyik pár lesz a nyerőpáros. De hát ezt nem mondhatom el, mert akkor meg kell, hogy jöjjél ki. Meg nem akarnak megölni téged, úgyhogy nem mondhatom el. Gondolkoztam azon, hogy fogom kivinni egy hónapig, hogy ne szóljam el magam. De rájöttem, hogy nem tudom elszólni magam, és ez megnyugta. Hiszen te magad sem emlékszel, hogy ki az a páros hajnali egykor. És egy hónapig úgy csináltam végig, hogy sosem szólítottam őket a nevüket. Nem tud eldőlni, mert hogy majd ott élőben dől el. Tehát igazából csak arra kell figyelni, hogy nem mondjam el a döntőbe jutott párokat. Aha. Úgyhogy tegnap este elszugeráltam magamban, hogy nem mondjam el, hogy ki jutott a döntőbe. Úgyhogy végeztem. Csillagos ég alatt éjjel 1 órakor. Tú, te jó, de szép. Kisétáltam a villából. Szabadtéri forgatás? Nem, csak a szabad ég alatt sétáltam ki a villából az ajtón. Vagy kimentél felkiabálni az égre, hogy miért Istenem. Igen, akart kérni a háza és a villa közé egy folyosón, de azt nem vállalták. Egy normális műsort létszi közben. Egyébként szerettem, szóval, hogy ilyen, jó, tényleg, nagyon sokat rögtem. Meg jó, nagyon melós volt csinálni,
De jó volt. Jó arcok a szereplők, meg jó a stáb nagyon, vagy hát jó volt. Úgyhogy jó volt csinálni. Nem mondom, és neki tudnék ugrani még egynek. Egy újabb széria. Értelem, picit azért meg vagyok. Annyira voltak jó fejek, de... Tessék, jó, hogy jó arcok voltak, jó arcok, de jó lesz egy kicsit pihenni. Igen. Na mindegy. Hát majd előbb megnézik a sikerét, gondolom a csatorna vezetői, ha nagyon dübörög, akkor kezdheted előről. Az az ő szakterület. Így van, egy jó karácsonyi forgatás lesz belőle. Az a legrosszabb. Igen. Azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatók. Ha egyáltalán írnak valamit. De írnak. Betűk vannak előttem, úgyhogy valószínűleg írtak valamit. Biztos. Ezek biztos, hogy összeállnak mondatokká. Az első 30-et nézd, mert az A3 zenére vonatkozik. Ja igen, igen, hát mindenki megijed, de nincs baj, köszönjük az aggódást. Csak kellett egy kicsit rákészülni az adásra. Írnak, írnak egy csomó mindent, de egyik se haladja meg az inger küszöbömet. Szerintem ez nehéz lesz 10-ig. Jelen pillanatban most nem jött olyan, amire úgy gondolnám, hogy úgy van benne annyi, hogy ez beolvasható legyen. Kapjátok össze magatokat. Tényleg, szóval, hogy valahogy mozgassatok ki a komfortzónámból, mert ez így most kevés lesz. Jó, és az a négyes illő elkerülő szokás szerint beállva. Kicsit többet, ma több kell ebben. De ez már nem lesz elég, Attila. Körülbelül rajzold meg, hogy mi az, amire így fölcsillanna a szemem. Valami, ami több, mint az eddigi. Az eddigi, eddigi a sokat emlegetett komfortzónádból, mivel tudnának a kedves hallgatók kimozgatni? Nem tudom, valami váratlan, szokatlan SMS-sel. Most nézd meg. Sziasztok, azt szeretném kérdezni, miért az, hogy YouTube-ra olyan későt teszik fel az aznapi adásokat. Hát most ez... Ja, hát most ez... Tessék? Mi a YouTube teszi fel? Nem, azt valaki tölti, azt nem ilyen, nekünk valószínűleg van YouTube csatornánk, de nem teszünk fel adásokat, nekünk mindenféle podcastunk van. Igen. Azokat igen. Keressétek. Na most a podcastokkal kapcsolatban kaptunk egy pár visszajelzést a webmail címünkre, nem tudjuk, hogy ki rakja föl így a technikai részét kiintéző dolgoknak, de így tolmácsolnám, hogy egy picit a szignálokat jó lenne, hogy egy kicsit halkabbra vennék az elején meg a végén, mert hogy egyébként már többen kaptak tőle. Igen? Igen, egy picit hangos. Hát erről majd akkor gondoskodunk, hogy ez ne így legyen. Hangosabb, mint maga az anyag, amit meg szeretnének hallgatni, és többen kaptak már emiatt. Igen. Vagy törzsi sztrókot. Igen. Pina, ezt olvasd be, puha. Ez is megtörtént. Na, de ez se ideges. Egyelőre még mindig semmi. Ez egy rövidékes. Igen, tehát többen, valami igazán eredeti. Te tessék mindig a többiek után menni, hát ebben semmi eredetiség. Semmi eredetiség nincsen. Jó, a futássrácok üzenném, aki már írt, látom, már ébren van, hogy nagyon-nagyon köszönöm még egyszer a felajánlást, hogy beszerzési áron tud nekem szerezni a USB kábelt a lányom telefonjához, csak vegye már fel a telefont, hogy mert tegnap 20-szor hívtam. Köszi szépen. Na, és itt a fontos ebben a mondatban a beszerzési ár. Igen. ez nagyon fontos. Mikor van a szülinap? Milyen szülinap? Honnan tudjam? Nem szülinapra? Megkapja, amikor nem szülinapra akarod ezt a leértékelt kábelt? De, hogy is. Nem? Ja, a születésed, névnap, karácsony és húsvét. A halálba zsibboszt. Érted? Én azt hittem, ez a szülinap. Egy becsomagolt utántöltőkábel. Szülinap? Már mit? Nem, azért az, meg az túl durva lenne szülinapra. Persze, az túl súlyos lenne. Nem, ez most a túlélésemről szól. Legyen wifi, legyen feltöltőkábel. Köszönöm meg föl magam hátul a fészerben, ez arról szól most. Nem születésnapról. Most ilyen teljesen egyszerű terveim vannak, hogy ma lehet, hogy elmegyek fagyizni a családban. Nem merj ennyire bátran. Bemutatkozom a gyermekeimnek, azt mondom, sziasztok, én vagyok az a csúnya, gonosz, szörös bácsi, aki mindig éjszaka közlekedett és reggel ment el, és elmegyek velük fagyizni, lehet, hogy ma csinálok. A régi emlékeidet elevenítsd fel velük, tehát hogy emlékszel-e benni, amikor 2 évvel ezelőtt még bicikliztem veled? Igen. Jó, igen. Hogy ebbe így kapaszkodjon bele a gyerek, és akkor utána mehetek fagyizni. Emlékszel még kis izéje, amikor 2 évvel ezelőtt még emlékeztem a nevedre? Sanyi. Na jó, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Egy-egy? Jó, én úgy emlékszem, igen, mert Jani bedurrantott a hétfőn a feketét, ráadásul nem hagytam elkopni a fekete szót. És tegnap pedig egy arcos fiatal hallgatónk volt, Áron, azt hiszem, és akkor te játszottál vele, ő elvérzett. Igen. Ja, tudom, tegnap volt a nagy arcoskodás. Aztán a nagyon nagy ruha. Áron jó arc volt. Igen, arcoskodott egy picit. Azt mondja, hogy szokatlanul pontosak a vonatok Székesfehérvár és Budapest között. Majd elmúli. Kész a felújítás, azért van. De az Oli félreértés lehet csak. Vonatozott a gyerek valamelyik nap. Vezette? Nem, feltettük, hogy szokja a magányt, hogy az iskolában nem leszünk ott fele, ezért lement nagy karizsáig és vissza. Ami 25 percet késett a vonat. Visszafelé egy Veszprém Budapest távon. És így mindenki teljesen rezignáltan fogadta, senki nem lepődött meg,
nem végzett öngyilkosságot, tehát ez a 25 perc, ez valószínűleg egy egészen jó idő. Hát, nem? Mennyi egyébként a menetidő, hogy egy óra Budapest-Veszprém körülbelül? Tehát most abban 25 percet késni, mert ha egyébként egy Moszkva-Novoszibirszet mész, ott azt mondod, ott azért belefér. Igen, az úgy elég hosszú, de egy óra alatt a 25 percet összeszedni, vagy... Jó, de a gyerek meghúzta a vészféket. Igen, de jöttek haza nagyszülőkkel, és egy az a 25 percet késtek. Én lent, mikor is, egy két héttel ezelőtt, amikor voltunk lent a Balcsin, akkor egy két megállót utaztunk vonattal, mert hogy A-ból B-ből kiraktak minket hajóval az egyik, mert meguntak minket az egyik kikötőbe, aztán visszafelé már hajóval jöttünk, és ami a legviccesebb volt a dologban, az azt mondja, hogy megnéztük a menetrendet, az elvírán láttuk, hogy késni fog valami 4 órát 20 percet, és onnantól kezdve azt vettük észre, hogy a 4 órás 20 perces késés, az folyamatosan flexibilisen változott. 10 percet késik, most már 16-ot. De ez attól függ, hogy mennyire nyomta a mozdonyvezető. Behozza, behozza, nem hozza, lelassult. De nagyon érdekes volt ezt látni, hogy így folyamatosan követte egyébként az eseményeket. Tehát, hogy így elképzeltem mondjuk ugyanezt a szituációt Japánban, ahol mondjuk itt tényleg 20 másodperces késés után már fölbelül magát a félvezérkar. Tulajdonképpen mindenki megöli magát. Igen. Mindenki megöli magát. Náluk meg ez ment. Ha egyébben 4 percet késnek összesítve vonat. A menetrendhez képest 16 percet késik. Ma a menetrendhez képest 10 percet késik. A menetrendhez képest most 20 percet késik. És ez ment. Tudják, mit fingom nincs. Várják a peronon, aztán majd. Majd jövünk. Böjtőjének, van büfé. Na, aztán gyorsan egy-két SMS csak még így a végére, hogy Balázs apuka leszek, írta valaki. Oké. Okay. Inspirálj, mester, és mi reagálunk. Milyen töltőke, Jani? A hotelünk talált tárgyak részege már egy mobil webshopot is megtöltene, nem tudom miket, de biztos van. Ingyen van. Ez izgel. Ez izgalmas hangzik. Gyári, 2 méteres almás Nokia töltő. Jó? Minek 2 méter? Minek legyen 2 méter? Egy konnektor van a lakásban? Bárhol elmesse vele? Az a baj, hogy a kanapén, ahogy ül, olyan távolságban van tőle a konnektor, hogy ha rövidebb, ha 1 méteres a kábel, akkor feszül, és azért megy tönkre, mert állandóan rángatja. Nem, egy 2 méteres kábel. Ez olyan, mint a köldök zsinór. Vagy told arrébb a kanapét, vagy tegyél egy ilyen nagyon ronda, ilyen nagyon fehér, nagyon-nagyon természetes hosszabbítót. Egy piros kapcsolóval a tetején. Nem, jó, nem tudom arrébb tolni a kanapét, mert van egy nagyon csúnya folt alatta, mert egy volt korábban a rablógyilkosság, azért vettük olcsóban. Igen. Na, oké, hát akkor elmegyünk hírezni. Jó, ti pedig jelentkezzetek játékra, hogy agyon verhessetek minket. Jó, mert jelen pillanatban 1-1 van, de hát ez még ugye igazából semmit nem mond. Láttátok Kassa Tibi hozzászólását a rádió megszűnéséről? Kérdezik Gábor. Nem láttuk, úgyhogy írjátok meg, hogy mit mondott. Uh-huh. Jó? Balázs, nagyon jó a műsorod, ez a Star Academy nagyon eredeti. Írja Kazi. Ez jó. Na, nem tudjuk, mit reagált a Tibi, de küldjetek már el tényleg. Ki? De biztos, hogy Krisztánnél támogatta. Igen, és ott volt velem Anóka is. Küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos híreitem. 6 perc, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggel, szeptember van. Szeptember 1-e, és itt vagyunk. Ja nem, augusztus 31-e. Így van, pláne. Majdnem eltaláltam. Igazából csak a dátum nem stimmelt, és a hónap. Minden más sem volt. Tehát nem lőttem nagyon mellé. Nem? Viszont ezzel el is árultuk, hogy a hónapi adást fel akarjuk venni. Nem. Holnap iskolába megy a gyerek, én szóltam? Igen. Oh, tanulj vannak rá. Hogy bemegyek az első oktatási napra, beviszem. Úristen. De kitaláltam egy élő rádiójátékot. Ja, hogy bejelentkezel? Tegnap akkor holnap reggel élő... nem jössz a beköszire. De. Arra gondoltam, hogy beviszem az iskolába. Igen. Integetek neki, és aztán bejövök hozzátok. Nagyon jó hangzik. De akkor nem jössz a beköszire. Uh-huh. Hanem otthonról bejelentkezem. Igen, már bejelentkezem. Már mossuk a fogunkat, hát, így létszik. És bemegyünk az iskolába. Elköszönök tőle, végighallgatjátok, hogy hüppögök, és utána berohanok serényen hozzátok. Hát fia, amennyire mostanában beszoktál jönni, szerintem semmi változás nincs ahhoz képest, nem? Meg kell mondjam, egy nappal nem hiányoztam többet, mint ti. Így is van. Ez igaz. Mondjátok meg, melyiket? Melyik volt? Már bestopok voltak, tehát akkor is hiányoztatok, úgyhogy nem tudjátok a szememre vetni. Nem, igazad van. Egy nappal sem voltam kevesebbet, mint ti. Csak úgy éreztétek, hogy kevesebb. Igen, hiányod. Ahogy mi otthon aludtunk 9-ig, te pedig forgattál, akkor éreztük, hogy ja Istenem, hol van ez a gyerek. 7 éves relációban már más lenne az a meg. Jó, hát mennyi, jó, persze. Jó, mindegy. Na. Hát kinek mennyi Szabi jut? Ami volt. Az már megtört, már elmúlt. Adjad, engedd el. Az már elmúlt. Na, akkor beviszed reggel? Hova? Kit?
Mikor? Be, szeretném bevinni, igen, ott állni az iskolában, az iskola kapu előtt, elengedni, megnézni, hogy befut, és akkor ott kisétálni. Uh-huh. A többi szülővel, szomorúan. Uh-huh. Igazgatónőnek még reggel oda. Reggel elindulni, készülni. Átvenni a tanszerlistát, végignézni a hurkapácikák, hogy megvannak-e. És aztán elindulni ide. Egy ember kedvéért beáldoznál egy egész országot. Még akkor is, ha ő a fiad. De itt leszek veletek végig, tehát felhívhatok. Ez a tanszerlista, csak mondom. Igen. Majd átveszük csak, hogy minden megvan. Ez egy A4-es papíron végig írva. Hova jár a gyerek egyetemre? Hova fog járni egyetem? Ez vagy micsoda? És tudom, most látom először. De állítok, ez a tanszerlista. Volt nektek ilyen hosszú? Nem. Elsőben nem. Nem kellett ennyi minden? Dehogyis. És ez két egy oldal duplán gépelve. Szép. Hm. Igen. Úszásra, tesire, tisztaságira, füzetekre, vízueszközökre, toltartókra. Milyen eszközökre? Vízu. 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 Aha. Igen. Vizuális. Ja. Vizuális technika, tehát venni kell egy vágógépet. Igen, tehát vizuális technokol. Ja, azt hittem, hogy a Vizovickinek a rövidítés. Igen, tehát meg tudom, hogy egy gyerek éttermet vezetni. 250 millió. Éttermet vezetni, és óvadékot lerakni. Ezt tanulja a gyerek első. Az élet megtanul. Igen, az éles iskola. Így van, kit érdekel már a színusz, koszínusz, tangens, kotangens. Hát itt már nem ez. Itt már nem ez. Élni kell valamiből magolni. Itt már nem ez számít, ilyen. Na, játszunk egyet, itt van már is egy hallgatónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a válasz. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello. Hello. Niki. Hello. Hello, Niki, honnan hívtál minket? Miskolcról, jelenleg pedig Mezőkövesden egy parkolóban várakozom. Egy parkolóban várakozom, mire? Igen. Rátok, hogy tudjunk játszani. Ja. Kicsit túl gondoltuk. Oké, jó, van, kivel játszanál, Niki? Ferivel szeretnék, jó, mert ő még a héten nem került sorra. A becsárját. Hát, ha esetleg... Hát, ha elpihentem, hát, ha elengedtem, hogy biztos a srácok játszak egész héten. Nem tudod megverni. Hát, ha sikerül. Ferinek nagyon kifinom a technikája van. De nem, hát még mikor vert meg utoljára valaki ebben a játékban? 3 hete, azt hiszem. Hát akkor épp ideje. Na, indítjuk az órát akkor, jó, Janim? 3, 2, 1, fire! Ebédszállítással foglalkozol, Niki? Természetesen. Ti is főzitek? Tehát van egy cég, aki előállítja. Van egy cég, mi pedig szállítunk, elég sokan vagyunk, szerencsére. Uh-huh. És minden nagyon finom. Nyilván. Mit is mondhatnál, ugye? Egyértelmű. Mi a mai menü? Sokféle ételünk van. Tehetsz belőle? Részben. A maradékot? Megkóstolhatom. Visszakérdez a maradékot Marika nénitől. Ezek előre. Tehát... csomagolt. Ételek? Ezt viszitek ki, ugye? Igen. Ott a vége, köszönöm. Ott a vége. Hogy de megakadtunk. Jó sarokba szerinted magadat. Így van. Talán nem is baj, hogy vége lett, ha érdekére gondolok. Értjük. Hát én mentem előre. Tehát mondom, hogy Niki, a szakmádról csak tudsz beszélni legalább, de megjelent egy parkolóért. Szerettem volna bővebben, de ez így. Nehéz, nem, ugye? Nem volt. Nehéz volt, így igen. Oké, okay, hát ez... Nem baj, majd egyszer még hát, ha sikerül. Az így van. Vagytok. Mm-hmm. Így van. Húzd bele. Abszolút. Szép napot nektek. Niki, neked is köszi, ciao. Köszönjük szépen, szia. Ezzel kettő. Így van. Ennyi. Nagyon megyünk. Még egyet holnap, vagy holnap után is. Lehúzunk, és meg is. Meg is vagyunk. Na, jönnek újra a hírek, jó? Ákos elmondja, 7 óra van pontosan, egy pici reklám hírek, aztán itt vagyunk már is mi is. És most, hölgyeim és uraim! Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 4:08 lesz pontosan, 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. És indul végre a reggel. Zene. Tessék? És végre zene.
Egy jó kis. Kovacs meg a Vega. Nem mondom, az induljon a banzása volt rossz reggel, de azért érted. Belöki a reggeledet. Aha, be. Az árokba már. Látod, a zenék nem nekünk készülnek. Mindig ezt mondom. Így van. Miért nekünk senki nem így zenét? Hát most én. Mi is szeretjük egyébként hallgatni a jó zenéket, hozzáteszem. Hát, hogy minket úgy értem, nem az ízlésünket, nem feltétlenül a ízlésünket. Ízlésünket tükrözi persze, nem. De ennek ellenére egyébként igen. Viszont ez a Kova nagyon jó volt. A Kova abszolút. Kova jó volt. De jó, ezt megy egy Florida, és jön mindjárt. Na, akkor megyek a kávét csinálni. Egy jó kis Florida. Aki buszon utazik, az most vakarja meg az órát, hogy tudjam, ki hallgatja a 66-os buszon a Klassz FM név. Jó, de jó. Kedves hallgatóink, a 66-os buszon most ebben a pillanatban 3-2-1 orvakarás. De mi van a több 66-os buszon? Hát akkor... Meg hol 60? Pest, nem? Hát, jaj, oda van írva, hogy amelyiken Dév utazik. Hát várj, akkor tudjuk. Dév, állj fel. Jó, okay. Emeld fel a bal kezed, és most, ahol láttok jó. Egy olyan embert, aki fölállt, emelve van a bal kezed, az azon nagyon utazók jó. Vakarják meg az órukat. Most! Ja. Most a hölgyek állnak fel. Fogják meg a szoknyájuknak a szélét. Kezdj! Ja. Igen, ez Jani busza. A kis álma. Jani buszán így történik a felszállás. Ott nem bérletet kell mutatni, hanem valamiféle egészen más. Egészen más kell megmutatni. Ott lennék kalerói buszvezető. Igen. Na nézzük akkor, hogy mit érek a hallgatók. Dév SMS-én kívül, Dév, ha megvakarták az orrukat, akkor mondd meg, hogy hányan vakarták meg az orrukat. Jó, várjuk az SMS-t, hogy akkor most hányan. A DJ OT még mindig Ibizán van, kérdez egy hallgató. Uh-huh. Állítólag nem sokára kicsit. Utóm van visszafelé? Utóm van visszafelé, igen. Igen, utóm van visszafelé. Uh-huh. Kipihente magát. Igen. Nagyon sokat pihent. Mivel jött az a repülővel, vagy a haverja Lőrinc haza azt a jaktal? Hajóval. Ja, elment érte a barátja Lőrinc, és haza hozta. Lőrinc elaurent, és racskumász, és elhozták hajóval. Szombathely elkerülő a 86-os úton, 78-as kilométer szelvénél trafi van. Jászberényben a Gyöngyösi úton a Véda kamera után szintén trafi. Balesetmentes mindenkinek itt a bucó. Ülő és pecsés között a 4-es út torlódik, vagy törlődik. Ma van a szülinapom, Bali, hát kiadnád ezt a szépnek induló napot az életemből? Írj egy hallgató. Szerintem simán kihagyja. Abszolút simán. Mondom. Nézzük, mi van még. Azt mondja, hogy M3-as a Budapest felé mérik a sebességet valahol. Erre ráfutottál. Hehe, Erinke. Jó vagy. Ez jó. De nagyon csúnyán ráfutottam én. Tehát ha azt akarjátok, hogy az SMS-etek legyen beolvasva, akkor kezdjétek M3-assal, M5-ösel, M7-essel, mert általában az közlekedésnek gondolom, és elkezdem beolvasni, de félúton már nem állok meg. Tehát be lehet kerülni titkon úgy a műsorba, hogy az ember kijátsza a műsorvezetőt. Legkönnyebb közlekedési hírekkel. Nem áll, a 16-os buszon vagyok, és nagyon viszket az orrom, hülyének fognak nézni ide valaki. De a 16-os most nem játszik, a 66-osról beszéltünk. Igen. Nem a 16-os, hanem a 66-oson kellett orrot vakarni. De Dév azóta nem érted, lehet, hogy rettenetesen megverték. Eltörték mind a két kezét. Vagy azóta lábát számolt. És mindig újra kezdi, mert ketten leszállnak, ketten felszállnak, igen. Múltkor mondtátok, hogy szóljunk, ha lesz Gütyülgen koncert. Lesz szeptember 17-én, Ácson 16-30-kor. Ó, a helyünk. Ó, de jó. Élő? Nagy koncert? Hát, persze. Tibinek szoktak lenni Kasszatibi nagy koncert. Ez Gütyülgen nagy koncert? Az zenekarral rendesen, persze. Azt a mindenit. Most már csapjanak oda, ha van végre buli. Hát van két sláger. Az új, meg a régi. És még ki tudja, mennyi ever parlagon. Nincs olyan friss daluk, mi nem hallgattunk bele? Nem volt annyira átütő, mint az első. Tehát ott valószínűleg az elsőnél az újdonság ereje az, meg az őszinteség. A keresetlen őszinteség, nekem az jött be nagyon. Valaki azt mondja, hogy rúgjátok már ki az Ákost. Nem. Most nem rúgjuk ki, mert igazából nincs értelme erre a kis időre már egyrészt. Másrészt meg átnézegettük a kis hírblokját, az összes hírt, amit beolvasott, és nem tudunk rájönni, hogy melyik miatt írta ezt a kedves hallgató, hogy mi rágott be. Mert nem volt benne semmi személyeskedő, kerestünk ilyeneket. Lehet, hogy csak egy régi szerelem. Aha. De valamiben rágott, pedig kim voltam, nem hallottam. Igen. Valami beragadt egy hírem? Igen, és meg is írt az egyik kedves hallgató, hogy rúgjunk most már ki. De nem tudjuk, hogy miért. Mi érzelmeket érzünk egy hírblogban is. Egy régi szerelem alatt mit értesz? Hogy szerelmes volt Ákosban, de visszautasította? Igen. Emiatt a nő miatt, aki még ráadásul két gyereket is szült neki. Ez szörnyű, micsoda fertő.
Hát nem, vagy valami régi kapcsolat, akit az Ákos ott hagyott, mint egy pesti hírolvasói állás miatt. Aha, ja, és azt ígérte neki, hogy majd hogy visszajövök érte Miskolcra. Igen, vagy azt ígérte, meg. Hogy ő lesz a híri. Akkor lesz melója. Ez a szemét. Ákos, itt is ezt csinálja. Ákos, már jön is, nézd meg, most már magyarázkodsz, ugye? Na. Most mi van, berágtál, vagy mi van? Nem, én egyébként én nagyon szívesen beszélek. Felhúztad magad a Vizovickin? Vagy a... Budázit? De nem, én... Te is kevesletek sokkal. Én egy picit olyan vagyok ilyen szempontból, mint a Jani, mert szívesen beszélgetek az ilyen ordibával, SMS-ezőkkel, hogy felhívnám, hogy mi van. De lehet, hogy felfogom. Pedig még nem is voltak sporthírek, nem? Akkor. Ja, igen, az akkor szokott jönni. 10 perc múlva most már remegő újakkal írom, úgyhogy figyelj. Következő. Óvatosan. Igen, hogy legalább azt írd meg, hogy mi a bajod, mert akkor tudsz javítani, ugye? Igen, tehát, hogy a szándék megvan benned. Picit most egyébként úgy érzem magam, mint a Balázs, hogy lesz. Hogy? Igen. Ez van rajtam? Mert nézitek? Ismeritek meg? Mindig próbálok meggyőzni arról benneteket, az élet rövid ahhoz, hogy más hülyeséggel miatt tönkretegyétek magatokat. De nem 15-20 éves. Nem tudnak benneteket igazából erről meggyőzni, hogyha ő a hülye, hát akkor legyen az az ő baja. Igen. Tök mindegy, mit ír. Én nem tudom SMS-eken nagyon felhúzni magam. Néha talán én is kicsit berágok, de egyébként nagyon ritkán. De az indokolatlan taplossággal nem tudsz mit kezdeni, meg azt nehéz értelmezni. De lehet, hogy az van, hogy most miért? Betalált. Aha. Az Ákosnál. Hát csak kell. Az Ákos sem meri bevallani se saját magának, se a hallgatónak. Volt valami burkolt üzenet valamelyik híredben? Nem. Nem semmi? Mm-hmm. Mivel röhögtél bele? Mondom, Budaházibe, vagy mivel röhögtél bele? Nem röhögtél. Nem röhögtél. Az égvilágon nem röhögtél. Még ilyen. Csak kedvesen se beszél. Ki röhögöd a magyar közéleten? Szembe röhögöd a magyar közéleten? Na jó, haragosod van? Futrobog a kicsi kocsi, rajtul haragosi, nincs ilyen? Nincs. Aha. Nem lehet, hogy valamit eltévesztettél, hogy nem is most, hanem már régebben vitték Danikáné Vásznát? Viborba Pársonyba? Na jó. Azt mondja, hogy M3-as bevezető anyunak üzenem, hogy szeretem. De ez jó. Ez M3-as, és akkor így bekerül. Azonnal bekerült. Na, hallottátok, a német lakosság körében kisebb felvásárlási ráz tört ki, miután a kormány azt javasolja a lakosságnak, hogy szükséghelyzet esetére mindenki gondoskodjon legalább 2 heti élelemre otthonában című hír. De hogy képzeljétek el, hogy ez már Magyarországgal kapcsolatban is megjelent. Bizonyám. Ez a hír pont tegnap mondta nekem Moni, hogy hallottad, hogy már nekünk is aztán lecsüljük, hogy pakoljunk össze némi élelmiszert, meg is, hát ha jönnek a nehéz idők. A belügyminisztérium országos katasztrófa védelmi főigazgatósága nyilatkozott az ügyel kapcsolatban, és mondták, hogy ez egy remek ötlet, hogy fölkészülsz a katasztrófa helyzetre. A német rendre. Na de várjál, a németek erre fűztek rá, tehát ez nem egy önálló ötlet. Ez nem egy önálló ötlet, meglepültünk a németek volna. Elkezdték... Igen. A németek elkezdték ijeszgetni a lakosságot, hogy picit próbáljunk utána elni, hogy egyrészt mi lehet a céljuk. Kettő, mit kell bevásárolni, három, ha valójában vészhelyzet lenne, mennyi időre tudunk felkészülni, mit halmozzunk föl, és játszunk el a gondolattal, hogy mondjuk ez a vészhelyzet tényleg megtörténik, mire elég az otthoni készletünk. Aha, megmondom neked, hogy mi a célja. Azt, mi a cél a németeknek? A német konzervipart. Valószínűleg döglődik a piacnak ez a szegmens, és most egy picit megpróbálják így felhozni ezzel. Az emberek megveszik maguknak otthonra. A német löncshúst. Na, így van. Na, de azért ez nem túl megnyugtató, hogy a német hatóságok azt javasolják, hogy készülj föl egy esetleges terrortámadásra, vagy katasztrófa helyzetre, és kezdjél el begyűjteni, bezsákolni otthonra mindent, hogy a te kis éléskamrád az fel legyen töltve, ha történik valami olyan, ami nem biztos, hogy be kellene, hogy történjen, de minden esetre nem jó. Mondanak indokot, hogy miért csinálják? Tehát odaírják, hogy ha esetlegesen terrorveszély, vagy csak azt mondják, hogy gyerekek, halmozzunk egy picit, mert lehet baj. Hogy van ilyen a háttérben, hogy azt mondják, hogy ha hát, nem hiszem, hogy inkább ott is arról lehet szó, hogy valami olyan kormány közeli befektetőnek a kezébe került valamilyen tartós élelmiszereket. Hát elég sok minden, mert írja, hogy legyen meleg takaró, gyertyát, gyufád, akkumulátorot, gyógyszeret. És már átvették mindenre. Igen, csak hogy ezt most bejelentették. Igen, és minden magát kézben van már. Ezt bejelentették, és a lakosság körében állítólag kisebb felvásárlási láz tört ki, miután a kormány azt javasolta a lakosságnak, hogy hát készüljenek fel szükséghelyzet. És a polgári védelmi terv újraírását csinálta egyébként a kormány, 2012-ben elkezdték, de aztán most készültek el vele, és ez a terv vagy tervezet kikerült a médiába, ezzel kapcsolatban pedig több nyilatkozat is elhangzott. Megszólalt a katasztrófavédelmisek, és elmondták, hogy legalább 14 napnak megfelelő élelem legyen otthon, 5,5 kg tartós élelmiszer, 3,5 kg szárított konzervált gyümölcs, 28 liter víz, 2 kg hús, halkonzerv, hát nem tudom, hol tárolod egyébként.
és mindig legyen a legszükségesebb gyógyszerekből, legyen melegtakaró, gyertya, gyufa, elem, feltöltők, akkumulátor és készpénz is. Készpénz minek? Hát, hogy tudjál vásárolni. Hát, ha megáll az áram, és a bankautomatában nem tudsz kirendni. Kimegyek az atomviharba, és akkor hogy hívják el, hogy olyan ostoba elfogyott ott van a mit tudom én. Na jó, mert kell a legrosszabbra gondolni, hogy atomvihar. Megszólalt a Bajor. Jó, akkor na. A Bajor mezőgazdasági miniszter, vagy mezőgazdasági hivatal, akik azt mondták, azzal próbáltak egy kicsit puhítani a veszélyérzetet, hogy ez a készlet egyébként amúgy is jól jön, amikor nem várt vendégek érkeznek látogatóba az ember. 2,5 kiló szárított gyümölcs. Az jó nagy buli. Hát, 28 és 2 kiló hús, halkonzerv, takaró, gyertya, gyufa, meleg takaró, feltöltők, plusz a készpénz. És készpénz. Most már menjetek már haza, itt van mindenkinek 20 euró. Na, de most én elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi lenne akkor, ha tényleg valójában egy olyan dolog történne, hogy elvágna bennünket a külvilágtól valamiféle természeti katasztrófa, és az a készleted, ami otthon van, és rájöttem, hogy viszonylag gyorsan mi és a családunk nagyon-nagyon-nagyon nagy bajba kerülne. Tehát, hogy nálunk nincsen igazából nagyon semmi felhalmozva, egy csomag kesudió, két csomag diákcsemege, egy fél kiló kenyéren kívül, mánaszörp, egy bolcaszörp, néhány halrudacska a méhütőben, és pár szelet csirkefilé. Ami de, azért van benne nyilván a méhütőben halrudacska, mert senki nem akart eddig elfogyasztani, ezek általában ilyenek. Tehát, hogy így azért van ott, mert soha senkinek igen, semmi kedve nincs ahhoz, hogy megcsinálja őket, mert utálja. Mi szeretjük a halrudacskát. Igen? Igen. Akkor. De ezt a vendégeknek tartogatjuk, ahogy itt a bajon a mezőgazdas évet, hogy hát hozzánk, akkor összeütök egy kis harudacskát, az a specialitás. De harudacskát. Mert az ugye fagyasztva van, viszont ilyenkor nincs áram, mikor baj van, tehát ki fog olvadni a harudat. De várj, oké, nézzük meg, tényleg kezdjünk el számolni. Tehát mondjuk négyen vagytok, megtörténik a baj. Aha. Nem tudtok kimenni a lakásból, ugye a németek is ezt mondják, mennyi ideig elég az a készlet, ami otthon van? Egy hét. Egy négy fős családunk, egy hétig kihúznátok? Nekünk körülbelül van. Nem tudnánk van kihúzni egy hétig. De, van. Mondom, de mi van. Nem tudnánk kihúzni. Ja, ti nem, hát jó, még nem tudjuk, mert még nem jöttek be a kesudíjos receptek, de majd felint segít nekünk ebben. Oké, okay. Hogy húzod egy hétig, tessék? Tehát, hogy, hát nálunk a felhalmozott kolbászkészletet, mert kicsit vékonyabb szeletekre vágom, akkor meg vagyunk azért tavaszig. Meg vagyunk tavaszig a 100 kilónyi fölfüstölt áruval. Szerintem nálam lenne a legkevesebb gond. Uh-huh. Így most így, ahogy átfutom a készletet. De miért? Neked tele a hűtőd, és ami hűtőd, mi? Igen? Tehát lógnak a kolbászok az erkélyen. Sonka, hát ilyenkor már elkezded ezeket a téli időszakra fölkészülni, mert bármikor beütet a krakélyes a két mennyi gyerek. Mennyi kenyered van otthon például? Mennyi vized van otthon? A kenyerem nincs sok, a kenyér nincs, de a lisztből például... Jó, elfogy a víz, tessék. Na, akkor meg vagyok lőve. Na, ugye? Tehát vizet kell vennem, mert most van otthon mondjuk két kartonnyi ásványvizem, az a baj, hogy ugye kenyérsütéshez is víz kell, mert lisztem hiába van otthon, meg szárított élesztő, meg som ilyenek, azokból mondjuk meg tudom csinálni, de víz nincs. Tehát az mondjuk két karton van, azt viszonylag hamar elfogy. Oké, nincs áramod, tessék, mennyi elemed, mennyi lámpád, hány gyertyád van otthon, hány méter kanócod tartasz a spejzban, mennyi gyufád van. És a puskaport tartod a puskaport, és működik a lőpormaló. Gyertyából most van otthon két darab ilyen százas, ez a kis tea mécsesből. De tudom, ez az, igen. Az, mert a Judit asszony szereti az éjszakai diszkiválégetést, tehát két ilyen százas kartonunk van otthon. Nekünk legalább 6 elemlámpánk van. Fejlámpából van 2, ezekhez van bőven elem is, és van legalább 4 ilyen rúdelem lámpám. Jó, de neked tölthető elemed van, az pedig nem fogod tudni feltölteni, mert nincs áram. Aha, de mondom, elemünk is van, annyi, mint az állat, mert ugye én általában úgy veszem, hogy nagy multipakos csomagolásokat szoktam kultiválni, mert hogy nem az van, hogy itt 2-esével, 3-asával, 4-esével veszem, ha egyszerre megveszek 20-at. Tehát, hogy én az a például ellennék. A feltöltősökről meg csak annyit, hogy 2 naponta töltöm újra, akkor is, hogyha nem merül fel, vagy nem merül le. Ne, hogy az összes feltölthető elemedet 2 naponta fölteszed. Gyerekek, én még akkor is úgy tudod, hogy hívják oda, hogy össze-vissza fogok világítgatni. Érted, hogy gyerekek, tehát mivel fogom szórakoztatni, nem lesz áram. Árnyátékkal a falon. És akkor jött a nyuszi. Jön a nagy kígyó. Tudod, milyen kutyát csinálok kézből egyébként? Kis füllen, olyan doberman csinálok kézből árnyékba, hogy besírjon. A gyalog. Szórakoztasd őket. Szóval elemlápában mi meglenik. Itt a víz a probléma. De mit a esőfőgó vásznak, viaszós vásznak föl a tetőre, vagy ilyes lapos tetőtök van? Nektek igen, nektek is. Nekem nincs lapos tetőm.
Ja? Nem, nem, minden. De volt, de már kiutottam, hogy vakaróztál. Ja, akkor az a... Az a, az a kenőt segített. Most nem vettem, hogy ide lapostető, de hát a lebán én személyesen kicsit kívül szállod, akkor elkérni az maga. Nincsen. Tehát te képes vagy, képes lenni az esővizet összefogni? Persze. Nekünk van ilyen napvitorlánk, de abban nem áll meg az esővíz. Tehát azt tudom csinálni, hogy kicsit megejtettem a vitorla egyik oldalát. És oda teszem valamit. És oda teszek valamit, ez nem rossz ötlet. Jó. De ez van, nem rossz van ötlet. Mondjuk 200 literes hordódot? Nincsen 100 literes hordó. Tehát mit fogsz oda tenni? Két ilyen kis nyomorult tálkát a ízéből a konyhából. Tehát van megint 2-3 liter vizet. Hát az meddig tessék. Elég. Műanyagfóliátok van otthon? Műanyagfólia? Igen. Tehát ez a mi? Ásol egy gödöröt és egy nagy nájlonna. Egy fólia, ami mondjuk nem vászon, hanem műanyag. Nincs műanyagfóliám otthon. Semmire nem használok otthon műanyagfóliát. Én ezeket mindféle szoktam tenni, mert jól jönnek például, mit tudom én, festéskor. Van még három tandembicikli, két sátor és egy katonai étkeztető. Mit csinálok én műanyagfóliával? Miért lenne otthon műanyagfólia? Azért, hogyha kiásol egy nagy gödöröt a megejtett napvitorlád alá, beleteszed a műanyagfóliát, beleesik az eső, és van 500 liter, körülbelül egy hétig jó ivóvizet. Azt írja a Magyar Katasztrófa Védelem, hogy legyen egy házitáska mindig összekészítve a gyerekjátékával, kötszerrel, gyógyszerrel és ivóvízzel, hogy ha el kell indulod, akkor gyorsan el tud hagyni a lakhelyet. Ezt már itt mondták Magyarországon. Aha. Úgy látszik, jönnek. Ja, értem. Ez valami friss direktíva? Már a rőszikről ez a, hogy hívják, ez a táskezem, amit az 50-es évek írta volna valaki, vagy lehet a hidegháborúban komolyan. A vészhelyzeti csomagot kell otthon összeállítanod. Hátizsák, ami a kezed szabadon hagyja. Ugye milyen okos? Azért ez fontos, hogy hát. Tehát, hogy hogy hátizsák. Hát igen. A levele? Igen, igen, így kezdődik, egy kedves hátizsák. Eljött a pillanat, indulj. A zsák maximum 20 kilós legyen, és tüntessék fel rajta a tulajdonos nevét. Tehát a címkézzem fel. De minden. Hát, hogy ne a Vikét vigyem el. Ja, jó. Mert akkor tele leszek mindenféle szempillaspirál alapozóval. De még ez az én esetben nem kiszúrás. Legyen otthon akkor 4 hátizsák, és feliratozva? Igen. Hogy Balázs, Noel, Beni, Viki. Igen. Illetve Balázs, 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 négy. És a három hátizsákot berakom az egy legnagyobb hátizsákba, és azért van egy hátizsák. A gyerek kedvenc játéka is legyen benne, azt mondja a Magyar Katasztrófa Védelem, hogy ha kapkod, hogy ne kelljen kapkodni. Micsoda? PS4, igen. De a 20 kilót, amiből teszed össze a gyerekjátékból, mi van benne? Gyerekjáték? Ugye, vagy ha háborúban 20 kiló gyerekjátékot cipelsz. Erre akartam szélőzni, hogy minek? Akkor nagyon, na, túl lelkesen. Azért ez nem hangzik megnyugtatóan, azt kell, hogy mondjam. Nem. Ezek sosem hangzanak túl megnyugtatóan, amikor azért így leadják, nem? Hogy kezdj el készülni. Én persze nem csomagoltam, mert nálatok összevarak a hátizsák? Nálatok biztos, hogy van egy ilyen menetfelszerelés, amit csak egyébként mindenki fölkap. Fejéből szívja a katona is, és akkor és indul a vadoncsalád masírozni Lőrincen. Figyelj, például a tartós élmiszerek között nálunk egy kosárba vannak lent a pincébe. Tehát, hogy ez kb. Annyi, hogy... Hogy szólsz, rakok rá egy gusit, és a fejjel, és a hátamra rakom. Tényleg, mint a teknős béka. Most komolyan. De mi ez, egy kosárban vannak a tartós élmiszerek? Igen, lent a pinyóba, a stelázsin, ott van egy, hogy hívják, egy hatalmas ilyen műanyag kosár, és abban vannak a tartós élmiszerek. Minden. De hajdina, köles, csicsiri borsó. De miért nálatok hajdanára fúj a szél? Há, persze. Igen, útkös lönt, ezt nézem. Köles nekünk. Köles nekünk, ennyi minden. Szóval akkor Ferihez mennénk kajálni. Így van. Jöhettek. Az lenne az átkommandózás lényege, hogy én fognám a gyerek bekészített hátizsákját, amit Viki akkurátosan összerakott, felvenném, és kéz a kézben a családommal Feriék felé venném az irányt, mert tudom, hogy ott azért még van étel. Így van, vizet hozzatok, borom meg pálinkával. De bármi történik, akkor te ne indulj el felé, mert akkor elkerüljük egy. Te várjál ott? Nálad, nálad nem tudok mit, nem megynék oda, tehát gyere te, ott van nálam a kaja, viszont jó. Vizet hozzál. Jó, azt tudok hozni. Jó, oké. Okay. Tehát bármi van, megyünk a fejhez. Jó, tehát te maradsz a helyeden, mi megyünk jó. Akkor hozzá. Még okay. Félek tőle, hogy már olyan látmány fogadna minket, mint a holtak hajnalában, hogy itt ilyen embertömegek, hogy érzik a kolbászagot kiszűrődni, ahogy hívják on, a terasz ajtón, ott lent nyüzsögnének már a parkolóba, és mindenki fel szeretne jutni Feriékhez. De egyébként azt mondod, hogy nincs nálatok víz, de hát a fröccshöz kellene, hogy azt mondod, hogy nincs ott szóda van, na hát jó, de hát az egy 12-es reggesz. Majd kirázunk belőle a szénsavat. Nem és rázod az én szódából, te nem rázol ki semmit. 12-es reggesz. 12-es reggeszbe hozom, persze, egy és másfél literes, azzal meg vagyunk, plusz van még a két kartonás. Kenyér vizet, nincs. De most Velencébe gyertek. De jön Bali és hoz harudacskát, tehát nyugodjatok meg, ha bármi van, nagyon sok harudacskával érkezem, ami addigra pont úgy olvad ki, hogy egy kicsit bepuhul, de bedobod a sütőbe, 180 fokon 10 perc van mindenki kaját. Én meghozok elemlámpákat. Tehát a három készletből egyébként egészen jó tudnánk összetenni. Hozzád az elemlámpát, én a harudacskát, te a sokkát, én egy kis vizet. A gyerekeknek játékot, tehát a három szedből egy egész komoly túlélő csomagunk van. Tisztítani nem tudsz véletlenül, nincs ilyen tablettád, Jani, mert a Velencei tóhoz kell gyertek, és ott meg víz van.
Ha megcsináljuk, megcsináljuk ilyen egyszerűbb szűrőrendszerrel, túlélőkönyvekből egyébként, valamilyen szinte fel vagyok készülve, akkor és akkor csinálunk ott egy kis sóder kell hozzá, egy kis homok kell hozzá, ez az amaz, és akkor megcsinálunk egy ilyen kis primitív szűrőrendszer. Majd legfeljebb elsőnek 10 tok belőle, és várunk egy kicsit. A te elméleted nem működik, mert földrengéskor nem biztos, hogy le tudsz menni a pincébe. Tehát buktuk a Vega Sólet konzerveidet egyébként. Hát, ha akkor földrengés, hogy aztán már az padlás. Az egyébként igen. Hogy lesz a kedvenc gyerekjáték, ha évekig egy hátizsákban van? Jó a kérdés, tehát egy olyat kell betenni, amit ajándéknak él meg. Vagyis elveszel most egy játékot, beteszed, de a keveset játszik vele, berakod a hátizsákba, és mikor újra megkapja, örül. Érted? Ne a kedvencet tedd be. Hát nem rossz. De az fog neki hiányozni, a kedvenc kis alvó állata mondjuk, vagy a kedvenc plüsse. Ha elrakod, akkor az már nem kedvenc, ha nem rakod el, akkor meg nincs nálad, mikor menekülsz. Erre nem gondoltam, ez egy jó felvetés, jobb látod. Nekünk nem kell játék, az biztos, főleg, hogy a feléhez megyünk, mert ott tudjuk, hogy sokan szobáztatnak. Ott azért talán veszett egy szórakoztatási lehetőség. Igen. A Vermax és alul mindig rajta van, 13 plusz kalap, ír egy hallgató. Mi falun tele vagyunk energiétala, a neve Kútbull. Napelemes töltő hozod? Van, hát persze. Jó, tehát tölteni tudjuk ezeket. Tekerős lámpád nincs? Van. Az is van. Ennyire tudtam. Van tekerős lámpád. Van tekerős is. Őt nem lehet megszorítani. Az ilyenek nem, rájöttem egyébként, hogy ilyen elemlámpa fetisiszta vagyok, mert elég sok fajta van otthon, és jó minőségűek. Tehát ellennénk, tehát világosság lenne. És néha versenyezteted őket? Már hogy érted, hogy melyik ér el előbb a sarokig a lámpának a fénye van? Igen, tehát hogy felkapcsolod egyszer a kettőt, és megnézed, hogy megnéztem kb. Ugyanaz. Azt gondoltam, hogy megversenyeztetted őket. Na, hát azért ez egy érdekes dolog, ha már ezt a német kormány kiadta. Persze aztán gyorsan helyesbítették és rájöttek, hogy nem akarnak senkit megijeszteni. Ez csak egy jó tanács arra az esetre, ha bármi történik, hogy készüljünk föl. Megnyitott a mennyiségbe, folytak el a konzervek a boltok a polcairól, és akkor lenyugodtak. Igen, kiderült, hogy Angela Merkelnek sólet konzervgyára van, és rosszul megy most. Ugyan kisebbségi tulajdonos, de rettenetesen megy neki. Nekem nincs gyerekem, kinek a játékát pakoljam el? Kérdezi Szatyi. Jó kérdés. 7:30 múlt pontosan 5 perccel, jövünk mindjárt, jó? Ákos elmondja a legfrissebb híreket, nem felidegesíteni Ákost. Jó, most nyugodtnak tűnik, úgyhogy ne idegesítsétek föl. Szelektáltad a híreket. Megvan, azonnal felhívta, ha érdekel. Na és mi volt? És az idegesíti, hogy én azt mondom, hogy ha ön is autóban ül, és balesetet lát, az őt idegesíti. Miért? Azt szeretném, hogy tegezni? Ugye ezt most nem fogom De mert mondani. Nincs autója, és ez zavarja? Nem tudom, ez a mondat, ez őt zavarja, és ugye... Tegezd! Ha te is autóban ülsz. Ha 3 millió embert letegezzek azért, mert... Ez a modoros távolságtartás, ez zavarja szerintem. Érted? Nem. Szerintem szimplán csak paranoid skizofrén. Igen? Mondd azt, hogy ha autóban ül, kerékpáron halad, vagy tömegközlekedésen, vagy gyalogosan, amit lát, jó? Azt mondd végig, mert ő nem tudjuk, hogy van-e autója. Nem, hát most 3 perc lesz a hírek, de akkor plusz 1-2-t még ráhúzok, mint az összes közlekedési eszköz. Ha gördeszkázik. Így van. Ja. De ne törődj el át, most holnap valaki azt, hogy nem mondj híreket, akkor nem mondasz. Hát mondd azt, amit szeretnél, aztán azt meg kell emésztenie. Ja. Mondjuk alacsony az inger küszöb, ha erre kiborul, nem? Tehát azért úgy nem lennék a szomszédja, ha egy ilyen, ha ön is autóban ül, mondatra kiborul, azért ott este nagy vitatkozások vannak a híradóban. Nem? Tehát azért mert melós lehet vele egy lépcsőházba lakni. Jó estét kívánok! Anyádnak kívánok! Jó estét! És nálam melegít be. Igen. De már reggeltől pörgeti magát. Nagyon megszoktad már a hosszú gyeplőt, hogy nem mondja meg senki, hogy mit olvassa be és mikor. Ezek a látszatban dolgoznak. 7:08, jövünk mindjárt a hírek után. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. Babos megint egy osztrákot vert el. Mi lesz megint Hegyes Halomnál? Hát rosszabb nem lehet a helyzet. Egyébként így van. Rosszabb nem lehet. Egyébként kellene szólni például a Timinek is, hogy egyszer feküdjön már le neki. Már mit értve, hogy nem a SMS írójának, hanem a... Egy osztráknak? Egy osztráknak. Hát, ha ezzel így jóvá tesszük egy picit a bűneinket, amiket elkövettünk ellenük az Európa-bajnokságon, nem? Hát, hogy picit úgy megenyhül a szívük rajtunk, ezt nem szivatják az egész országot. Mégis csak rendesek ezek a magyarok, engedjük őket? Igen. Igen. Azt gondolják, hogy a földön feküdt, minek rugdossuk. Igen, lehet, hogy ez kellene. Javítani egy kicsit. Picit, én azt gondolom. Még nem pont egy US Open-en feküdjön le egy osztráknak, de valahol valamilyen kisebb versenyen. Egy 500-ason. Dobjunk nekik egy csontot. Hát, örüljenek már. Igen. Ákos, nyugi, imádlak, Böze. Küldte nekünk. Nagyon sokan írnak egyébként, mondjuk meg nem sikerült megbántani egy pár embert, mert hogy a közlekedési hírekből kihagyta a fogaskerekűt és a budavári siklót is, és ez van, akinek nem esett jól. Igen, de nagyon sokan berágtak. 86-os főút 119-es kilométerének kamion az árokban, még nincs hatóság a helyszínen. Küldte nekünk Zoli. Bocsi, de nekem az Ákos még egy telefonkönyvet is felolvashatna, nekem már az is jó lenne.
ha értitek, olyan hangja van Puszi Edina. Na, játszunk egyet? Mehet. Játszunk persze. Egyet. Jó, a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Lészhebéle faszil. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Feri, hello Feri! Így van. Feri, honnan hívtál minket? Dunakesziről. A festői Dunakeszi. Mm. És mit csinálsz ott? Jelenleg még semmit, élvezem a nyarat a maradék időt, ami még van belőle, van, utána szeptembertől egyetem. Hát az holnap van, az szeptember, csak mondom, tehát olyan nagyon nem kell hosszú. Hát igen, az első hét az még ilyen tárgyfelvétel, arra még nem járunk be, majd utána. Mm-hmm. Milyen egyetemre jársz? Még semmilyenre, gépészmérnöknek vettek föl. A Óbudai Egyetemre. Tök jó, hogy úgy kezdett, hogy elmondod, hogy nem fogsz bejelni egy idén, mert tárgyfelvétel lesz, és ez az első év. Igen. Az a nagy a lelkesedés. Te akartad ezt a szakot, vagy ezt az egyetemet, vagy így véletlenül vettek föl? Mert kicsit az is benne van a hangomba, hogy hát oda vettek föl, ez van. Nem, én ezt így direkt oda jelentkeztem, mert már több mint két éve olvastam, hogy hiány szakma ez. És még ráadásul viszonylag jól is fizet a magyar fizetésekhez képest. Mire te végzel, addigra pont tele lesz minden gépészmérnök. Hát csak nem. Ugye egy csomón olvasták két éve, mindenki oda megy, gyerekek, jó fizu van, jövőkép. Úgyhogy most túl Budapesti? Sokan vagytok. Budapesti Egyetem? Igen, az Óbudai Egyetem. Ó, akkor nem leszel koleszos. Hát reméljük. Nem olyan nehéz bejárni Dunakeszire. Hát nem tudom, én jobban szeretek úgy otthonról be. Isteni a kolesz, hidd el. A kolesz az jó szobatárs. Imádtam. Hát amikor megcsináltak ezt a szobatársos adást, azért ott jöttek érdekes SMS-ek. Igen. Megjelöli az ágyát, és akkor... Jó, az mondjuk elrettentő volt. Tehát arra azért nem ugranék be, de lehet beszélni jó oldaláról is. Tehát amikor te a héven zögykölődsz hazafelé, akkor a haverjaid a koleszból így kirajzanak a környező kocsmáriumokba, szórakozó helyekre, óriás partiba csapnak bele, van kitől mindig elkérni a jegyzetet. Nem az van, hogy te ülsz otthon Dunakeszin, és valakit megkezd, hogy nem így átkopogsz a másik szobába, hogy haver, jöhet. Ennyi. Gépészmérnök hölgyek vannak? Hát, én nagyon keveset láttam, akit felvettek. Szerintem 100 férfira jut egy-két nő. Akkor sokat mondtam. Hát nem túl jó arány. Hátrány, eléggé nagy hátrány. Hát nem lesz túl az információ. Igen. Na jó, van, figyelj, de mit szeretnél? Hát miből lehet választani? Jó fizető állást. Igen, tárgyunk van, híres emberünk van, város, illetve nem, ez egy, azt hiszem talán ország. Úgyhogy... Tárgy jó lesz. Segítek, Dánia? Igen, úgy tanultam, igen. Igen, Törökország, talán nem tárgy, hanem ország. Szóval, hogy tárgy legyen? Legyen a tárgy, igen. Legyen a tárgy, jó, nem nehéz. Na, hát az csodálaj. Igen. Nem is nehéz, meg maga a feladvány se nehéz. Mehetünk? Igen, kezdhetjük. Na figyelj, indítjuk az órát akkor. Jó, így szól, figyelj. Őt is log. Jaj, nem messze vagy. Na mutatom még egyszer, figyelj. Őt is log. Na mi lehet ez? Őt is log. Őt is log. Snob sporteszköz. Golfütő. Na, az a... Golfütő! Így van. Az S betűt S-nek értettem, az zavart be. Flog, ez volt a vége. Így van, igen, rájöttem a végére. Remélem még időn belül. Ugye abszolút, persze, még nem járt le, annak van egy hangos ilyen trombita szó, vagy duda szó, ja, úgyhogy ezt hallottad volna. Oké, figyelj, hát ez akkor úgy néz ki, hogy megvan, Feri. Na, köszönöm szépen. Egy nagyon-nagyon szép kis ajándékcsomagot adnánk neked akkor. Sok szeretettel. Jó? Iskola kezdésre tényleg, egyébként. Igen, így van. Jó, van, oké, Feri, köszi, ciao. Hello, sziasztok. Hello. M1-esen vagyok, rúgjátok ki Dórit is, mert beszélni se tud rendesen. Ma mindenki ki akar mindenkit rúgni, drága hallgatók, mert egy ilyen nap van. Hát szerda. Tudjuk. Mi szerda kirúgások? Mert az érzékeny nap mindenki számára. A szerda? Hát nem. Jó, hogy még nincs hétvége, de már nincs, és még nincs. Igen, tehát pont középen vagy, amit megbeszéltünk sokszor. Picit berágnak. Most gondolom, egyiket Ákos is kétszer meggondolja, hogy beolvassa ugyanazokat a híreket, amiket már 3 napja olvas. Hogy lehetsz ilyen szemét? De úgyis nem. Nem gondoltak olyan. 86-os főút 119-es kilométerén a kamion az árokban, nincs hatóság a helyszínen. M1-esen nincs lerobbant kamion, most jöttünk el a jelzett hely mellett, ezt pedig Edit küldte nekünk.
Igazából gondolkoztam ezen a túlélésen, és rájöttem, hogy én vagyok a leghaszontalanabb hármatok közül. Mi erre már korábban rájöttünk. Ebből a szempontból. Ez azért el kellett jönnöm, hogy jönnék ott a kis kiolvadt harudacskáimmal, te hozzád az elemlámpát, az aksit, egy csomó minden hasznos ilyen törkészlet, meg svájci bicska készlet, meg nem tudom. Te ott a felhalmozott élelmiszerkészlet, tehát tulajdonképpen a legnagyobb ellensúly, az én akit vagyok. Akit először dobnak ki a léphajóból. A legfölöslegesebb és leghaszontalanabb tagja ennek a túlélő hármasnak én lennék igazából. Én egy nehezék vagyok, rájöttem. Nem is tudunk neked találni semmit? Hát nincs, és most baktatok át ott a kis hátizsákba a 12 harudacskával. Hát gondold el. Te leszel a játék. Kinek a játéka leszek? Ha már nagyon kiéheztek. Neked kell majd szórakoztatnod az embereket, majd amikor már te lehettük magunkat. Mi alcám egy udvari bolond csapkát, és akkor ott majd történeteket mesélek, hogy mit csinálj. Valamit kellene. Valamit ki kellett találnod valamit. Mert rögtön ez egy széfet, vagy ilyesmi. Ez egy szörnyű felismerés, hogy igazából azt hiszem, hogy tényleg én vagyok a leghaszontalanabb. Nem, ezt meg kellett mérnem. Hát ha menekülünk el például, akkor te is tudsz vinni csomagot. Mondjuk megölünk utána, hogy odaértünk, ahova mentünk, hogy miénk legyen a tartalom. Igen, én lennék a legparanoiásabb közöttek, mert mindig arra gondolnék, hogy velem számolnátok le először. Tehát én lennék a leggyanakvóbb. Mert ti egymásra vagytok utalva. Neki van lámpája, nekem kaján, mit adsz te? Ez egy ilyen érdekszövetség lenne, de én ebben nem vagyok benne. Abszolút nem vagyok benne. Ez nem jó. Találj magadnak valamit. Hogy tegyem magam hasznosan? Igen, hogy valamit találj ki, amivel azt mondod, hogy te tudsz, nem tudom, foggal tüzet gyújtani, ha véletlenül megszorulnánk, vagy hát, a gyémánt betét. Mert az összes díjad, az mind ilyen stilizált fém. Tehát, hogy ilyen műanyag, azt futtatom valamilyen fémszínű, hogy festékkel. Ezen még csak nem is tudnánk semmi igazából, nem tudnánk vele tüzet csiholni, vagy ilyesmi. Nem hasznosak ilyenkor, ebben a helyzetben. Én egyébként. Hát, mondjuk az. Na, ez egy szomorú felismerés. Egy hallgató küldött egy nagyon jó oldalt, föl is mentem rá egy linket, és ott mindenféle ilyen túlélő csomagokat lehet kapni. 30 ezer forintért már lehet olyan hátizsákot kapni, amiben 72 órára elegendő élelmiszer van, meg mindenféle olyan kis dolgok, amikre nem is gondolnád, hogy szükség van rá, mert nem feltétlenül lesz szükségem szerintem fogsejemre akkor, amikor az életemért küzdök, de hogy ez is van benne. Tudod, milyen idegesítő, lehet, hogy beragadt valami. Aha. Ott nem tudsz rendesen küzdeni. A 72 óra várja, az neked 72 óra, vagy nekem 72 óra. Mert azért... Egy átlagos ember számára, tehát neked kicsit kevesebb ideig, nekem picit több ideig. De két hátizsákból meg is vagy. Vagyunk. Nem, ti tényleg sokáig húznátok. Ezt a lemondást a hangodban. Akkor azt csinálnám, hogy előbb ölnélek meg benneteket, mint amit kitervelitek, hogy megöltök engem. De nem jó, mert akkor megint ott állsz. Ez a megoldás. De ott állsz, akkor megint egyedül. Meg késünk is, csak nekünk van. És ti tudjátok használni. Mivel lesz? Nem, ez nem jó. Igen, ezt ki kell. Megfojtalak a fogsejmeddel. Mondom, fogseje, mi flancolunk. Gyorsan kötök egy hurkot a nyakon, mondom, nem megy. Gyorsan megfojtalak az éjszaka leplőt. Elveszem a készleteket, és megvagyok. Zsongora úr, nincsen, de itt egy csomag fogsejem. Ráadásul bontatlan. Igen. Ferit elküldöm valahova, hogy menjen el, mintha hogy nyulat hallottam volna neszelni a bokorba, az neki elég, utána veti magát. Jó, addig kinyitod Janit a fogsajra, mert visszaérek. Vissza, óriási lapáttal, nagyon hátba váglak. És. Igen, mert Feri olyan, mint a Terminátor, hogy bármiféle dologgal kapcsolatban információra van szükség, hogy elkezdnék itt oldal sorjázni. Tehát azt mondod neki, hogy láttál egy nyulat, abban a pillanatban a nyúlból készült ételek receptjei elkezdenek itt futni oldal. És Feri elindul. És megyek utána. Igen. Na jó, a 4 perc, a pontosan 8 óra jönnek a hírek, Ákostól újra készülje mindenki, aztán jövünk a hírek után. Morning Show, a legklasszabb dolog a reggelben. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Nem itt akarok feladobni a bulit, de gyűlölöm ezt a Rihanna számot. Háj, ahogy te hájpolsz. Ez most aztán feldiszkóztad, jól feldiszkóztad. De mi a bajod vele? Tök jó, a temp. Elnyomtál ezt a szigetem? Hogy ez annyira flegmán énekel ez a nő, hogy valami szörnyű. Tehát, hogy pont így egy pár szót tényleg beszéltük erről. És mindenkinek ugyanaz a véleménye, hogy olyan, mintha mit tudom, olyan hangbeálláson lenne. Csak legyünk már túl rajta, hogy még egy fél órát le tudok dőlni a koncert előtt, mielőtt egyébként elalszom, mert nem elfelejtem beállítani az órát, és két óra lesz a fél órából, és utána meg kimegyek, és lenyomok egy 40 perces agnét. Kb. Ezen a számon is ez érződik. Így is csinálja. Fit szörnyű. Nem bírod, nem? Na, nem jó. De Calvin Harris is benne van, csak mondom. Hát, az sokat dobott rajta. Igen? Hallgassuk csak meg még egyszer. Adjunk neki csak még egy esélyt. Ha? Szörnyű. Wie von der Wolf, így írja. Így írja. Igen.
Szóval nem szereted. Hát jó. Jó, akkor most kapsz majd egy olyat a hírek után, na, egy DNC-et. Tényleg? Az mi? Igen, ez van az adás listában. Dance szerintem, csak kihagytak egy albetűt. Na nézzük gyorsan a közlekedés híreket, hogy mit írnak a hallgatóink. Árpád-híd közepén Budafelé a külső sávon koccanás, ezért a dugó, Rita, köszi, hogy elküldted. A Soproni határnál a sógorok még nem tudják a tenisz eredményt, mert nagyon jól járható, üzente Zsóka. M60-as szajtnál útkarbantartás, mert leterik a forgalmat az autópályáról, majd a következő feljáron vissza lehet menni a pályára. M1-es bevezetőn boldog harmadik házassági évfordulót tör. Júj, de szép! De gyönyörű! De gyönyörű! Bogyó! De rászaladtam erre. Na jó, mostantól élesre megy a harc. Jó. Na, okay, harc, hát ti akartátok, most megkapjátok. Tehát ez volt az utolsó olyan kamu közlekedésére, amire ráfutottam, amit mindenféle ilyen házassági évfordulókat közvetítsek. Oké, okay, aki 10-ig átveri Balit, egy bögrét küldünk neki. Uh-huh. Egy komplet ajándékcsomagot. Egy komplet ajándékcsomagot. Jó, komplet tehát aki a közlekedési hírnek álcázott bármilyen üzenetet be tud olvastatni Balázsra, 10-ig megy az ajándékcsomag. Igen, mert ugye reggel elmondtam, hogy úgy a legkönnyebb bekerülni az adásba. A közlekedések indítjátok, és aztán változtattok. És ott is van. Pedig éreket nem szoktuk beolvasni. Ilyet nem, de ezt értsétek meg, hogy miért nem, ez két embernek érdekes, a másik két milliónak egyáltalán nem. És gondoltok bele, milyen igazságtalan lenne ez, nem? Uh-huh. Mert ha még hárman lennének. Igen, szeretlek Töpike, üdv, nem tudom, mint a Mumika. Igen. De ez Töpikének meg Mumikának izgalmas, mindenkinek teljesen érdektelen. Tehát ezért ne küldjetek ilyet, mert ez tök érdektelen, de egy csomó embernek. Reggel elfejtettem puszikát adni, mielőtt eljöttem, nagyon-nagyon várom, de majd délután is ízél. Ilyenek is. De aranyos, meg minden, csak hát nem, ez van. Ilyenek annyira is felhívnék valakit. Felhívni, hogy megkérdezem, mi van, érted? Mi a pály, haversrác? Csörgjünk már az de nagyon, erre. Nagyon trollkodnál, én úgy érzem, hogy te benned ég valami, oldhatatlan vágy, hogy valami rosszat csináljál. Kit akarsz most éppen fölhívni? Áder János. Ezt már próbáltuk. Nem. Miért ne a csúcson? Bockodjunk itt. Értem, köztes állapotokkal. Akkor hogy átvennél néhány érdemrendet nála, most van elég. Visszaadnál vagy kérnél? Hát még nincs. Hát. Ja, még csak kérni. Igen, kérni szeretném. Nincs, akkor kérni. Miért kaphatnék már én? Bármiért. Hát ahogy látom, azért mostában bárki kaphat, úgyhogy. Na, ez így van. Jut is marad is. Jut is marad is. Most a tanszerlistát nézem, gyerekek. Na, mutasd már. Mutasd, vagy olvasd, és mondjuk, hogy mi nem kell. Például akartok ízelítőt kapni, csak igen. Hogy milyen? Az elsősöknek? Jó, hogy jöhet. Vegyél egy tollat a kezedbe, amire mondjuk, hogy nem kell, azt húzd ki a francba. De olyan nincs, hogy beviszi a gyerek, és az nincs meg, akkor utána a szülőt kérik számon, hát az nem jó. Azért, és te bemész, és azt mondod, hogy azt mondták a Jani meg a Feri, ők már tapasztaltak, hogy az tök fölösleg. Egy másik szülőre fog rá. Jó, egy végső ellenőrzés. Egy másik szülőre. Hogy a Sanyikának sincsen. Tehát ők mondták. Akkor én hazudok, igen. Azt mondja, hogy vízóeszköz, tessék, ilyenek kellenek. Ragasztó stift, azt oké, ezt értjük. Egy három darab. Az igen. Na, de minek a három, hogyha másik kettőnek nincs úgy kölcsön adni? Uh-huh. Nehogy másokat a stiftet elragazgassanak ja, elsőbe. Ja, hát ez lassan foly, de ráadásul ugye most már nem ezeket a folyékonyokat kérik. Praktikus okokból nyilván, hogy ne zacskozzanak a gyerekek. Ez csak a holnapi eszköz egy része. Azt mondja, hogy 10 darab A4-es félfamentes rajzlap, 10 darab A3-as, 10 darab A3-as rajzlap, 2 csomag írólap, háztartási csomagoló papír. Félfamentes, mi az a szegény iskola? Van famentes, meg félfamentes. Hát ez ilyen suli. A famentes az meg nem lehet, mert famentes papír nincs. De mi az A3-as? Nehogy már óriás plakátot akarnak csinálni, hogy tudta ezt. 10 darab A4-es famentes rajzlapot kérnek. Kézitükör. Abból van egy csomó. Abból van minden zsebben. Abból van egy csomó. Szóval belenyúl a nadrág zsebembe a gyerek, és kivesz mindegyikből. Kettőt pálcika készlet, egy doboz piros-kék korong, puha törlőrony, festőpóló, uh-huh. Gioconda zsírkréta, vízfesték, 4-es, 8-as, 10-es ecset. De miért pont várja, a Gioconda az márka? Gioconda? De miért pont Gioconda? Mert azt szereti a tanár. Mert a tanár azt szereti. Más hát, a rosszul morzsálódik a nem Gioconda. Tisztasági csomag, úszás csomag, tesi csomag. Rokon árulja. Vajas doboz,
Vajas? Milyen vajas doboz? Egy doboz van, ami befér a padot, például vajas doboz. Állat, ember, fa figura és egy autó kisméretű legyen, például. Ilyen szűk a pad, hogy be kell vajazni a dobozt, hogy beférjen? Az úszás torna és fogmosószerbe kérjük, írjátok bele a gyerek nevét. Benti cipő, szandál, vagy papucs. Te téged tegeznek? Várjál már, azt mondja, írjátok be a gyerek ezt nevét. Érte? Itt mindenki tegeződik, mindenkit a gyerek is tegeződik a tanára. Itt tettük Pertút. Tessék? Itt tettük Pertút. Mi ez a tiszteletlenség? Hol van már, nehogy most elsőben mit jól jöttek nekem ezzel az öreg komcsi dumával? Nem, ez nem komcsi duma. Ez tisztelet. A pedagógus nem tegezzük le. Hogy a komcsi országban minden rendőr letegezett. És mi van kisköcs? Így kezdődött. Hova lesz esélytet? Csak elmondom, hogy mindenünk megvan. Mindenünk megvan. Minden mellett látok egy pipát, onnan tudom. Ja. Úgyhogy igazából felkészültem várjukat. Nem, a pipa az azt jelenti, hogy ezt is meg kell még venni. Nincseni szerencse, hogy ezt a Viki intézés nem én, mert én nagyon sokáig ráállogálnék az átvízban. Mi a piros-kék koromnak az értelme? Azt tudod, a piros-kék korom? Az értelme? Nem kell, hát a kérik, hát ez rájuk van bízva. Valamire hát, jó, sohasenki nem használta semmire. A kis dobozba. Igen, kis dobozka, tele piros kék koronggal, hogy számolni tanulnak vele. Nem, abból legyártottak szerintem még, mit tudom én, 62-ben 546 millió dobozzal. De ez egyik kis volt, ez egyik fele kis pici korong, ez egyik fele piros, a másik fele kék. Emlékszem rá, hogy volt ilyen. Semmi, a haverokkal pöckölted az asztalon, és akkor rá volt idő, hogy puskás az volt. Nem, valahova felragazgattuk. Nem ragazgattuk azt fel, hogy nem használtuk valamit, jelöltünk vele. Nem? Tudom, hogy nekünk is kellett vinni. És van már egy balkezes ceruza. Az én időmben még nem volt, én csak balkezes vagyok. Álljunk meg egy pillanatra, egy balkezes van közöttünk. Itt van egy, mondjuk ez egy toll, de egy ceruza ugyanígy néz ki. Mi. Hogy ezt hogy teszed balkezessé? Mi mozog a zöldemelőségebokorban? Ez hogy teszed balkezessé? Én tudom, hogy van például balkezes olló, és azt tökre megértem, mert ugye nálunk a béka balkezes, és én nem tudok az ő ollójával vágni, mert ugye a hüvelykúj állására igazítják. De egy ceruzát, azt hogy teszed balkezessé? Légy szíves, fogd már meg máshogy, mint ahogy és én. És ez feláras? Nem tudom, mert én csak nézem ezt a listát, de stresszeljetek, így is teljesen stresszben vagyok. Kedves uram! Kedves uram, ez egy balkezes. Ez egy balkezes ceruza. Hát minden ilyen nem volt, de most már van, akkor... Nem, hát biztos úgy áll a hegye, nem tudom, mi a balkezes. De várja, és a jobbkezeseknek is venni kell balkezes ceruzát? Úgy áll a hegye. Úgy áll a hegye. Hát egyen egyszer áll ez a halt hegy. Jaj, most mit flancoltok érben, nektek nem volt ilyen érted? Hát most nekünk már van ilyen, hogy balkezes ceruza. Hát most nem tudom, hát ezt is meg kellett venni. Van ez a balkezes ceruza. De ez minden gyereknek meg kell venni? A jobb kezeseknek is? Mert ez egy általános lista, amit te gondolom, ezt minden gyereknek ezt a listát küldték el. Nem volt olyan, hogy nézzük meg, akkor ki a balkezes, jó, Benni, nekik a balkezes listát küldjük, többieknek meg a jobb kezes. Nincs, hogy balkezes, hát titeket megvezettek. Balkezes. Ugye nekünk az volt a bajom az írás, hogy mindig írtál, és agyon törölted. Mert ugye, ahogy írtál, azonnal ugye törölted is le a balkezeddel. Azért kell. Tényleg, hát ugye a balkezeseknek, hát tényleg ez az átok. Hát hosszú évekig írtam, úgyhogy amit írtam, azonnal eltöröltem, hiszen a bal kézzel írsz, hát akkor törlöd is le. Miért nem írtál jobbra-balra, mint az arabok? Ezt nem tanították meg nekem. De az a bal kezes ceruza, hogy itt van egy kis kerék, amit távol tartja az ujjadat, vagy mi? Érted, hogy írod így a parlakkal? Egyébként tényleg. Zseni, mi? De furcsa. De gazdagok leszünk belőle. Mert az van, hogy a kezeddel húzod el az írásodat, tehát ha van alatt egy kis kerék, az szépen megy a sor alatt. Azt írja, hogy létezik olyan is, amikor az oldalába balkezeseknek megfelelő irányba vágták ki a kis vájatokat, ez segít így, hogy ez a ceruzafogás biztosan megfelelő legyen. De nincs vájat a jobboson. Ha olyan ceruzát választ, amely háromszögletű, az mind jobb és mind balkezeseknek segítség, de létezik, amelyek az oldalába a balkezeseknek megfelelő irányból vágták ki a kis vájatokat. De nincs vájat a jobbkezesen, ember. Hát jó. Nem érted. És a gyerek, a gyermeked, ugye emlékszel, ő balkezes? Nem, csak megpróbáljuk megnehezíteni az életét. Ne gondolja, hogy azért, mert az apját sokan ismerik, ezért neki könnyebb lesz. Ki tudja, ezért balkezes ceruzát adunk a kezére. Mikor lesz majd egy jó állásajánlat, majd később, ahol balkezeseket keresnek, aztán majd eladjuk balkezesnek közben. Meg jó, lesz hülyeség, nem kellene megvenni. Ne vegyitek meg felesleges. Nem. Én azt csinálom, amit a tanítónéni mond. Ha a tanítónéni ezt kiadja, akkor itt rendben is fegyelem. Megveszünk. Akkor fogsz még klotyot is tisztítani. Igen. Gondoltam, csinálok az osztályban a szülőknek egy ilyen ismerkedési estet. Nagyon jó. Igen, nálunk a kertben legyen egy ilyen ismerkedési est. Ne csináljak egy ilyet? De gyere, jöjjetek igen. Össze, nagyon legyen. Jó lesz. Te főzöl? Nem, rendelünk valamit. Hát minek ott vannak a hazudok?
Csoma harudban. Elővesz a bali harudacskáit, bedobom 180 fokra, bedobom 180 fokra, és isteni ismerkedési estet csinálok. Ott rozézgatunk, a gyerekek ott rohangálnak. És legyél ilyen jó fej, egy ilyen, hogy hívják, vagy ilyen tengerészkalapba menjél, és mondd azt, hogy te vagy igló kapitán. Úristen, nyom meg kérdegy a rosszakat. Úgy látom, éhesek, hagyd mutassam, mert illú kapitány. Itt vagyok. Megpuszilom a bicepszemet, és csinálok spenótot. Jó, legyen. Legyen jutva a merész hengerész. Megjöttem a rudakkal. Leítatom az összes anyukát, apukát. Így van, és? Az anyukákat még megérte. Mi történik? És csinálunk egy ilyen nagy ismerkedés, érted? Hát nem jobb így, mint ott feszengve szorongva az évnyitón. Hát már lehet, hogy ezt előtte meg kéne kicsit így lejteni. Nem? Akkor az ma remélem, hogy a leendő szülőtársak közül most hallgat valaki, és számon fogja ezt rajtad kérni. Hogy? Mit? Mert ezt beígérte. Arra, hogy a memóriában. Hát, amit az előbb mondtál, hogy lesz egy ilyen nagy parti. Mit kérdezett, amit elfelejtett? Szerintem ez egyébként szimpatikus. Nem, hát már volt egy ilyen, csak én lemaradtam róla, úgyhogy most valaki kell őket engesztelnem. Igen. Forgatott. Ki ez a sok idegen ember? Mit akarnak itt? Elnézést, jaj, bocsánat, állítom a kezdetre. Ó, fú, te undorítom. Ez nem egy koton. Na, ez hülyeség. És akkor meghívom a tanárokat, és akkor lesz ilyen. Nekem ez nagyon. Ja, csak a tanárokat akarod? Az kicsit nyalereskedek a tanárokat, akitől érik meg, hogy hát, ha megolajozom a gyereket. Ilyeneket utálják a legjobban. Igen? Aki nyomul, persze. Mégis ők viszik sokra. Hát, igen, mindenki utálja őket, de egyébként úgy látszik, ez egy célra vezető dolog. Szerintem csináld meg, ez jó lesz. Legalább összehaverkodtak. Meg lerombolja a veled kapcsolatos sztereotípiákat. Na most megint engem ostoroztok, látod? Nem, hogy csak, hogy haszontalan tagja vagyok a társaságotoknak, és engem ölnétek meg először, hanem szörnyű nyomasztó sztereotípiák is vannak velem kapcsolatban. De. Tehát, hogy így, biztos, ez a reggel nem az én reggelem. Valami biztos van, tehát, hogy akik nem ismernek, és nem tudják, hogy mennyire jó arc vagy, mert mit tudom én, a vizet, mert hallgatnak titeket. Az új alakult Petőfit hallgatják. Legkevésbé sem Modoros Leventébe. És nem tudják, hogy milyen ember vagy valójában. Szerintem tök jó, csináld meg ezt a bulit. Mikor lesz? Hát jössz. Hát ma lehet, hogyha az évnyitó előtt akarja, akkor ma vagy holnap. Pénteken van évnyitójuk. Figyeljetek, hogy az új sulinak jövő héten már SMK-s lesz, írok. Bekölj vagyok, valamit már elvállaltam. Igazából már el kellett vállalnom. Na mindegy, hallottatok a Rióban rekedt kenyai sportolókról? Igen. Én nem. Nem? Köszönöm, hogy nem ölöd meg a bulit. Igen, ez egy nagyon unalmas írunk, úgyhogy nézd valami másikat. Figyelj, elképesztő az ő történetük, ők még mindig Rióban vannak, mert ott ragadtak. After party. After partiznak, és hát rettenetesen mosolyognak mindenképpen, nagyon sokat szelfiznek, de egyáltalán nem természetes az, hogy ők mosolyognak. Ugyanis azt mondta nekik a kenyai sportszövetség, hogy amíg nem találnak olcsóbb repülőjáratot, addig a sportolóknak maradniuk kell, mert hogy baromi drága a repülőjegy most Rióból Kenyában. Elvárás volt, hogy csak az aranyérmeseket hozzák vissza? Nem, mindenkit az hoznak, csak nagyon drága a repjegy. Aha. És azt mondják, hogy várjanak egy-két hetet, amíg olcsóbb lesz a Kenyába a repülőjegy, aha, és akkor viszik majd őket haza, viszont kirakták őket az záróünnepség után az olimpiai faluból, így önköltségen befermelték magukat valóban, és nagyon kétségbe esetem posztolnak a Facebookon, néha azt mondják, hogy rettegnek, mert a környéken többször is lövéseket is hallottak. Ja, és ott ragadtak. Igen, tehát ha repülőjegyen nincs lóvé, akkor nyilván jó szállodára sincs. Valahol egy ilyen motelben meghúzta magát a teljes olimpiai csapat. Este vissza kellene mászni. A kerítése. Reggel kijönnek, este visszamásznak. És akkor miért lakadnak továbbra is a faluban. A faluban. De mi az, hogy nem viszik haza őket? Tehát drága a repülőjegy, és emiatt nincs pénzük. Tehát nem fizetnek ki nekik fejenként 200.000 forintot, függetlenül, hogy végeztek, mert drága a repjegy. Várják meg, amíg azt leértékelik. Ezerre, vagy mit, 160. Ha 160-nál húzott egy az ottani olimpiai bizottság, kenyai, a KOB, ugye? Igen. Tehát a kenyai olimpiai bizottság. A KOB húzott egy ilyen határvonalat, ha ez alá esik a lóvé, a már hogy a repülőjegy, akkor hazahozza. És már kifelé is egyébként nigériainak átszáztak magukat. Igen. Hát borzalmas környéken vannak, kenyai maratonistákról van egyébként szó. Oh. Négyen vannak összesen. Rettenetesen kétségbe esett fotót posztoltak, egy ilyen lepukkant házban laknak most jelen pillanatban, és nem hajlandóak őket hazavinni. De várj, hol a többi kenyai? Hát nem csak a maratonisták voltak. Nem, annyian mentek ki, kenyai maratonisták.
kaptam, és ez azt jelenti, hogy ez az első 4 helyezett. Ott azért kemény egy válogató. Igen. Igen. Mindenki 2 óra körül futja a Balatont, azért ott nagyon kell iparkodni, hogy beleférjen. Mondjuk utolérni nem könnyű őket. Tehát, hogyha elkezdenek futni valaki elől, annak nem sok esélye van, hogy utolérni. Istenem, szegények. Én baromira sajnálom őket. Teljesen, csak minden nap megosztanak valami fotót, és könyörögnek, hogy lehetőleg vigyék már őket haza. És mentsék ki innen, mert nem szeretik ezt a környéket, ahol laknak, lövöldöznek, embertőlnek, és ők rettenetesen félnek. De szerintem azt kellene, hogy hívjuk fel a Magyar Olimpiai Bizottságot, kérjük meg ott őket, most nincs minden rendben, hogy hallom, úgyhogy... Így. Tényleg? Igen. Ha megint mi történt? Mindig történik valami. Aha, na mindig. Akkor hívjunk fel valakit, hogy honosítsuk őket. Legyenek ők magyar sportolók a jövőben. De jó, 4 magyar maratonistánk lenne. Nagyon. Nagyon szép eredményekkel. De várja, nekünk van pénzünk elhozni őket idáig? Hát szerintem meg tudjuk oldani. Szerintem ezt elintézik a Borkai. A jövőben is sikerekért. És azok a sikerek jönni fognak. Én biztos vagyok benne. Meghálálják a befektetett. Honosítjuk őket, kapnak majd valamilyen magyarosabb nevet, egy horvátot, Kovácsot, horvát mele, Kovácsot, glubi. Igen. Miért teszik őket ki? Hát nem férnek el ott az olimpiai faluban. Nem, hát el kell adni, ki kellett jönni. Mire használják? Azért, mert a lányok legalább fizetnek érte. Igen, mert mások, akik igen, mert a favelákból kiszabadultak és elfoglalták néhányan. Néhány banda elfoglalta az olimpiai falu. Már most omlás veszélyes. Hát ők kirakták őket. Én nagyon sajnálom, nagyon helyes történet, várnak, hogy olcsóbb legyen a repülőjegy. Gondolod, hogy elmész, futsz, valószínűleg lehet, hogy akár meg is nyerték, mert hogy baromi jól futnak. Viszed hazát hírnevét, és amikor repülnél haza, akkor azt kapod az arcodba, hogy maradj még egy picit, mert drága a repjegy, 2 hét múlva szólunk, hogy hol legyél. Pénz nélkül, minden nélkül ott vagy hagyva, mert az országod nem gondoskodik rólad. Nem, én tényleg csak ezt tudom mondani, hogy honosítani kell őket még mielőtt Katar lecsap rájuk. Mert az ő sportolói válogatjuk olyan, hogy ott aztán minden van, csak Katari nem. Titeket hagytak már ott valahol ilyen utazási iroda, olyan, amikor nem jött értetek, vagy ott maradtatok, lemaradtatok? Persze, Argentínában. Komolyan mondom. Hát ez tényleg így volt. Érted, Cella vagyok, Mencskinen, Argentína. Elment a busz, ott hagytak minket. 3-an voltunk összesen, 3-an maradtunk ott a stábból, és az akkori gyártásvezető azt mondta, hogy ezt nem fizetik ki. És ahogy hagytak, akkor lekéstetek? Tehát nem értetek oda? Meg nem. 10-kor van induló gyertek. Oda értünk, ők elmentek. Fogták magukat, és szépen így elmentek. Ez annyi jelzem, hogy én addigra a Rio de Janeiro-ban mulattam már az időt egy éjszaka óta. Mi tehát, meg hogy ott álltunk a hőröngyeinkkel. Ez megint annyira tipikus. Tudod. Hol vagy, Bari? Itt vagyok, Rio-ba átugrottunk még 3 napra, mielőtt hazarepülnénk. Engem itt hagytak a tránodóan. És ott állt egy csajjal, meg még valaki a kis bőröndökkel, és nem jött érte senki. És egy percig vicces volt, fél óra után vicces volt. Aztán már nem annyira. 3 óra után. Ment a repülő. Igen, nektek kellett huvar találni, amivel átvisznek benneteket a brazil-argentin határon. Kimentek Argentinából, 4 órás út Brazílián keresztül. Aha. A reptérig. És azért azt ott úgy nem sokan vállalják be, és elmentek sofőrt hajkurászni. Tudod, műsor már dobozban, nézettség meg volt, minden le van tudva, mindenki más akkor kakálva. Érted? Ott álltunk szépen, és a recepciósnak a sógora vitt minket el. Nagyon drága pénzért, egy ilyen pick-up-pal. Nem hittem. És mire Jani beszélt el, azért gondolgálni rá, hogy ezt szervezték meg. Brazi, érted? Igen, én mondtam, hogy gyere velünk Rióba, csak nem akartál velünk Rióba jönni. Igen, mert már hiányzott a családom. Nem, mert egyszerre mentünk haza, mert nem emlékszem, most mesélted valami kolostort akartál megnézni. Meg is néztük. Jó sokáig. Jó is volt. Én akkor voltam Görögországban, amikor ezek a nagy utazási iroda megszűnések voltak. Emlékeztek erre, mikor a Yorgos Travel, meg ezek a görög nevű utazási irodák így egymás után elkezdtek bedőlni. Csak még busszal mentünk Görögországban. Az azt jelenti, hogy kimentél Korfura, mint hogy 32 óra alatt. Ha mázid volt, 38 óra alatt ment ki a busz, ha nem, akkor 43 óra alatt. Egyébként ott is voltál. Igen, de Big Pak megjártad. Egyik lábbal itt a másik, utaztál egy 40 órát, Yorgos. És akkor kimentél, bedőlt a Yorgos iroda, és nem tudták, hogy hány busz küldenek, mikor küldenek, és azt mondták, hogy kezdj el pénzt spórolni, mert ha lejár az 1 hét, akkor ugye a görögök közben kiraknak az apartmanból. Hát hiszen ők hiszen kiadta, őnek jön a következő turnus, ő kiadja valami másnak, és tudom, hogy volt olyan nyaralás, ahol egy ismerősöm 2 napon keresztül az utcán kellett, hogy lakjon, ugyanis a görög apartman szervezők nem engedik vissza az apartmanba. Viszont a Yorgos már téged nem tudott hazavinni. És akkor a Stavros, meg nem tudom milyen utazási irodák küldtek buszokat. Emlékeztek igen, erre? Igen.
magyarok százait hagyták akkor kint. Nem volt kaja, tehát és abból veszed észre, hogy bedőlt az utazási iroda, hogy nincs reggelid. Nekünk máznink volt, egy fél nap késéssel értünk, még jött busz, de mondták, hogy akik már utána mentek ki, mondjuk aznap jöttek ki, amikor mi már indultunk, azért már busz sem ment. Ami azt jelenti, hogy ott ettél, ittál, cadziki, girosz, nem tudom, és utána elköltötted a pénzed, és volt, neki két napot ért még kint, úgyhogy nem ment érte senki. És az mennyire kemény. Még egy nappal korábban az övék volt. De már oda, másokat oda jön az új turnus. Úristen. Igen. Egy nagyon agresszív helyzet lehetett. Nagyon szőrös görög néni tett ki egyébként, de ott nem volt lacmat. Vagy kiköltöztött úgy elvert, mint szólás a lovát. Tehát ott ki kellett költözni. Na írjátok meg nekünk, drága hallgatók, hogy benneteket hagytak-e már ott valahol. Jó? Amikor meg volt beszélve egy találkozó, amikor úgy volt, hogy elindultok valahova, vagy utazási irodával mentetek ki szállodázni, nyaralni, és az utazási iroda, vagy az idegenvezető hagyott ott. Hát rengeteg magyar ugye abban reménykedik, hogy amikor leszáll a gépről, akkor valaki őket átveszi, mert nem beszél nyelvet, és azt akkor egy ilyen privát transferrel bemennek Egyiptomba, Törökországba, a szállodába. 10 perc után látod, hogy ki a magyar, mert tanástalanul kóbáljuk, hogy nem jött a sofőr, és nagyon kétségbe van esve, és nagyon hangosan beszél magyarul egy törökkel. És már előre egyre ingerültséget. A fasírozott a zsebjét. Paprikával. És egyre hangosabban üvölt magyarul egy törökkel. Igen. Na, ezt írjátok meg nekünk, jó, hogy kit hol hagytak már ott. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos, írjuk el. Komolyan mondom, ezt kikérem magamnak. Melyiket, a dalt, vagy a Janit? Ezt a dal. Ez a divat most, tudod, a Demién dal is ugyanígy működik, azt is nagyon szeretik az emberek, most ezt is nagyon szeretik az vannak emberek. Vannak dolgok, amiket nem kell bilizgálni, mert úgy jó. Mert az igaz. Nem? Ez igaz, Bornaival. Ez csak elrontani Bornaival lehet. Bornaival csak elrontani lehet. Velhello volt, hogy mi volt? Pixa, Sztereópálma és Velhello. Kezdenek zeneileg egy kicsit elfáradni, nem? Nincs új a nap alatt. Azt ugye, hogy úgy azt gondolom, hogy na, kezdenek egy kicsit kimerülni, én azt hallom, hogy mint egy picit így merülnének kifelé. Ugyanez a Demién dal is. Ugye mi volt ez most, nem az iskolatáska, hanem a... Igen. Amit megcsináltak. Na, a kenyai futókról beszélgetünk, akiket kint hagytak Rio de Janeiroban. Most olvastam egy cikket, és még rosszabb a helyzetük, mert hogy azóta a kenyai olimpiai bizottság is feloszlott, úgyhogy... Tehát most nincs, aki hazahozza őket. Jelen pillanatban nincs, aki hazahozza őket, és megnéztem, annyira helyesek, hát ilyen nyomónegyedben laktak, és videókat posztolnak arról, hogy hol laknak, és látszik rajtuk, hogy rettenetesen meg vannak szeppenve. És most kapták meg ért, hogy feloszlott a kenyai olimpiai bizottság. Tehát gyerekek, van 4 vagy 5 ember, aki sanctalan, hogy hazajusson egyelőre Rio de Janeiroban. Most tényleg nincs, aki megvédje a jegyet. Nincs. Ők feloszlottak, vagy feloszlatták magukat, tehát effektíve senki nem fog nekik jegyet venni. Megszeppenve, hát nem azt mondom, egy favela közepén, de egy favelához hasonló ilyen házas, nyomornegyedes rész közepén 4 ilyen riadt kis emberek ott áll, és videózik körbe, hogy ezt nem fogják túlélni. Éjszaka mondták neki, ne nagyon menjenek ki az utcára. Mondták, hogy oké, nem baj, de hogy viszonylag közel vannak a lövések. Plusz nappal se. Annyira helyesek. Mit tesznek? Miből fizetik a lakbért? Vagy volt ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Igen, hogy honnan van pénzük, igen. Szegényeknek. Na, ugye volt egy pár héttel ezelőtt vendégünk, aki elmondta, hogy nagyon olcsó járatokat tud találni, ugye utazó majomként lehet rátalálni, és ő Ákos volt, ugye, aki baromi érdekes dolgokat mondott arról, hogy lehet olcsó járatokat találni. Mi megkértük, hogy keressen a kenyaiaknak egy olcsó járatot, és állítólag talált is, itt van a vonalban. Hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, jó reggel. Hirtelen felhívtunk, hogyha kapcsolatba tudnánk lépni a kenyai futókkal, akkor mit tudnánk nekik ajánlani? Mert ugye, hát még azt nem tudjuk, hogy értesítsük őket, mindesetre kint hagyták őket Rióban. Találtál valamit nekik? Hát gyorsan kellett keresnem, sajnos tényleg nem olcsó, nem jó a helyzetük. September 6-áig, hogyha várnak, akkor van 277 ezerért, de hogyha szeptember 25-ig kibírek, akkor tudnak spórolni 30 ezeret és 244 ezer forintért haza tudnak menni. De ez nagyon magas ár egyébként, úgyhogy lehet, hogy direkt ki akarnak velük cseszni. Tehát akkor jól mondja az olimpiai bizottság, hogy tényleg meg kell várni, amíg olcsóbb a jegy. Hát igen, várjanak 1-2 hónapot, és akkor majd hazajönnek egy 50 ezerrel olcsóbban. Ez mit teszi, átszállással? Vagy ez egy igen, jó bolmennyi? Igen, ráadásul etióp átszállással, meg még valahol meg át kell szállni São Paulo-ba. Rio de Janeiro, São Paulo, és akkor még egy etióp átszállás. Nem kedvező a helyzetük, nem kedvező a helyzetük szegények. Ráadásul Etiópia jelenséges terület, mert az ottani hosszú távfutók azok nagyon fújnak folyamatosan a kenyaiaknak. Igen, hát ez egy örök viszály. Mennyit tesik a jegy egy pár hét alatt egyébként? Hát én azt mondom, hogy szerintem egy olyan 30%-kal olcsóbban haza tudnak jönni, hogyha várnak mondjuk egy hónapot másfelet. Én láttam, hol laknak most, az ott azért nem egy kiüdülés lesz egy hónapon keresztül. Tehát amit pontot elköltesz egyébként, abból ez a 30 ezer plusz kijönne. Ugye, amit ott kajára meg lakbérre kifizetsz.
Nem tudom, hogy milyen árak lehetnek ott, de még lehet, hogy azt lehetne csinálni, hogy picit várnak, vagy picit utána nézek, és akkor valahova elvonatozgatnak, vagy buszoznak, és onnan lehet, hogy olcsóbb lenne a hazajövetel. Hát igen, viszonylag ugye csak fölfelé tudnak menni, mert hogy ott jobbra tőlük azért ott van egy nagyon nagy széles víz. Vagy hajóznak. Hát az még egy jó megoldás, hogy elindulnak hajóval Afrikába. Kajára nem kell sokat költeniük. 4 kenyai futó, az 4 műzli szelet naponta. Igen. És akkor már nagyon túlették magukat. Na mi újság egyébként az olcsó utakkal? Jókat találsz? Találgatok, igen. Azóta is szoktam kírni. Nagyon megjött az utazási kezd, mióta voltam Morning Show-ba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Na, ne is mondd, mert egyébként a webmiles felületünkre akkor, abban a pillanatban, hogy jött vagy 30 darab, és kérés, hogy adjuk meg az oldalnak a címét, illetve a te elérhetőségedet, és utána is még folyamatosan jöttek, tegnap is írtam választ. Igen, utána még jött egy olyan 250 darab üzenet nekem, szerintem még aznap, hogy ki hova szeretne menni. Mindenki Ibizára megy most, miért? Azt látom, hogy nagyon sokan mennek Ibizára. Hát ott van DJ Oti. DJ Otit keresik? Szerintem igen, ezt Jani tudja, hogy miért mennek Ibizára az emberek. De nem, tényleg egyébként, most nagyon sok celeb, magyar celebnél látom, celeb, félcelebnél, hogy Ibizán csapatják nagyon sokan. Bele akarnak valami reklámfilmbe kerülni, még az lehet. Ha rendszerűk olcsó egyébként Ibizára, tehát az volt az érdekes, hogy augusztusban is ilyen 20 ezer forint alatt lehetett repjegyet venni, csak a szállás viszont az nagyon tága. 20 ezer forintért találtál repjegyet? Igen, és ebben az volt az érdekes, hogy tényleg augusztus főszezonban, és még előtte egy hónappal is ennyi volt. Akkor ott a szállással. Igen. Jó, hát felhúzol egy csíkot, és akkor egy hétig úgy se alszol, akkor az nem kell. Persze. Most az Ibizában mindenki csak egyet alszik karácsonyig, úgyhogy Ibizában nagyon szók a nappalok. Nagyon szók a nappalok. És most, hogy Árpi hazajött, már vállalható is. Igen. Na jó, fiát, akkor tényleg honosítani kéne őket. Tehát nekünk hazajönni cserébe adják oda ezt a 4 kenyai futót, honosítjuk őket, lesz tényleg a Ungada Árpi, meg a Ungada Józsi, és iszonyatosan fognak futni magyar színekben. Amit Jani is mondott, honosítjuk őket, hazahozzuk a te segítségeddel, te találsz egy olcsó repjegyet, és van 4 kiváló futónk. És már ez már legalább minimálisan 3 darab érem a következő olimpián, Tokióban. Igen, meg vagyunk. Oké, jól van. Na, köszi, hogy itt voltál. Hova utazol igazán legközelebb? Hát én is Etiópiánnal utazok Tanzániába, és én is etióp átszállással, úgyhogy ugyanezzel a géppel. Jó, én novemberre hívlak, hogy valami olcsó világkörüli utat találjál nekem. Oké, addig nincs időm, de novemberben egy hosszabb pihenésre szeretnék elmenni. Úgyhogy én meg mennék Bükkfürdőre. Repülővel. Köszi, ciao, hello. Sziasztok. Hello, ciao, köszönjük szépen. Ez a legjobb megoldás tényleg. Hazahozni, viszont a miénk. Így van. Nem? Kimentjük, de akkor várjuk. Ha nem akarják, akkor útlevelőt elvesz. Menedzseljük őket, ügynökök leszünk egyben, futtatjuk őket. Hát? Arra a sztorira, hogy pénzért futtatták a kenyai futókat itt Magyarországon. Mi van? Nem volt az a különösebb gond. Ja. Tehát, hogy ez nem volt annyira problémás, szerintem ezt kéne meglépni. Tehát, hogy azért 4 világszínvonal atlétát nyernénk vele. És mibe kerülne? Összesen mi? 1 millió forint. 1 millió, 4 jegy. Behozom, egy lőrinci futóversenyen elindítom őket, és behozom egyébként. És már megvan. Meg még nem ilyen magasak nálunk a pénzdíjak. Egy pár maratonon, egy Tesco maratonon, meg elhozzuk a fődíjat. És ilyen fődíjat, az első 4 díjat. Tulajdonképpen meg is vagyunk, igen. Na, azt kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy kit hol hagytak ott idegenvezető utazásszervező irodák, vagy maga tényleg, hát a párod, amikor elindultál valahova ketten megnézni, mint az Eiffel tornyot, és már csak egyedül jöttél vissza, vagy ő hagyott ott téged, hogy ezt küldjétek el nekünk SMS-ben. De előtte itt van egy hallgatónk, akit szintén ott hagytak valahol. Hello, Alex, jó reggelt! Szép jó reggelt! Hello, te most hol vagy éppen? Fischer-Burcsa, Tanyasi úton, gyalogolok éppen Budapest irányába. Ott hagytak valahol? Ott hagytak, igen? Vagy mit történt? Elmentem dolgozni. Egy napot dolgoztam, másnap azt mondták, hogy menjek haza. Na várj, mi történt, de elmerj valaha dolgozni? Tehát lehívtak dolgozni? Uh-huh. Igen. És másnapra elküldtek. Másnap elküldtek? Igen. Ez Bácskiskú megy, az kb. Hány kilométer? Hát 118 a GPS szerint. Tehát valahogy lekeveredtél oda, ott dolgoztál egy napot, mint... Levittek, lehoztak autóval, ebben az egy dologban rendesek voltak, de vissza már. Na de várj, és miért rúgtak ki egy nap után? Nem tudom. És mit kellett csinálnod? Lovat szerszámoznom, hajtanom, ilyes. Tehát, hogy lehívtak lovászfiúnak, majd egy nap után kiraktak, ott hagytak, és te most valahol gyalogolsz? Hát, Pistes
bócsán, gyalogolok éppen a Tanyasi úton Budapest felé. Hány kilométert tettél meg ebből a 118-ból? Hát 8-at lassan. Akkor nem még. És mennyi pénz van nálad? 400 forint. 400 forint? Valaki hozzám áll. Hol tartasz most? Egy 8 kilométert haladtam, ahogy mondtam. Tehát Fischer bócsáról sétálsz most éppen? A Tanyasi útonnak nevezett úton. A Tanyasi úton. Mi a következő falu, ahova el kell jutnod? Nem tudom. Igazából a GPS-e 100%-os, szóval ahogy tudok, feljöttünk Budapestre. De honnan a GPS-et? A telefon, tudod, okostelefon. Jó, hogy van egy okostelefonod. Ja. És mit mondott, aki kirakott? Mi volt az indok? Azt mondta, szia, menj el, és nem kell ez többet. És nem, talált egy jobb embert, ennyi. Ja, hogy megnézett téged egy nap alatt, nem felelte meg neki, és kirakott. Igen, és úgy, hogy Budapestre hozott le. Mekkora rohadékok az emberek, te jó is, és azt mondta, hogy menjél, hello, semmi kalap, kabát kirakott, és indulj el. Igen, és magyarul se pénzem, se állásom, ráadásul már lassan éhes is vagyok. És mondtad neki, hogy nincs pénzed? Mondtam. És mit mondod? Tarnál magasul. Na, ő volt a birtok tulajdonosa, vagy a lovarda tulaja? Tehát, hogy vagy hát, igen, tulaja. Igen, ő a tulaja. Aha. Hova akarsz eljutni, Alex? Budapestre, lehetőleg Cseppelre valahogyan el kell jutnom, ahhoz lakok egyelőre ideiglenes szállón. Oké, na figyelj ide, akkor 26 éves vagyok, és ennyit sikerült elérnem az életben. Na figyelj, ne keseredj el, ez még nem a világ végét. Tehát az, hogy az emberrel így bánnak, ez persze bántó, és az őket minősíti. Értem, de 7 éve foglalkozott lovakkal, tényleg ahol eddig dolgoztam, mindenhol elégedtek voltak már. Na, erre nézzünk egy Google térképet, mondd még egyszer a helynevet, hogy hol vagy, Zsülberit Fischer, és... Fischer bócsa. Valami Tanyasi út. Fischer bócsa, megmondom neked, mi lesz a következő kereszteződés, ahova odaérsz. Fischer bócsa, megnézzük, akkor azt mondja, hogy ott állj meg annál a kereszteződésnél, és fel fogunk szeretni valakivel. Jó? Azt mondja, hogy te most mész, a Fischer bócsa. Tanyasi út. Második körzet, Tanya. Aha. Ez egy major volt, akkor azt látom. Nem járnak arra autók nagyon. Nem. Hát nem, és már fáj a lába. Mi nincs cipőt se? Hát a cipőm ilyen nagyon vékony, akkor nem gyaloglásra való. És hogy jutottunk eszedbe, hogy nekünk írjál? Hát igazából, mire 7 éve hallgatlak titeket, és igazából a lovász, amikor elkezdtem lovászkodni, már akkor titikbe jöttetek, és igazából gondoltam, hát ha segített, tudtok valamit segíteni, de... Persze, segítünk, figyelj, el kell jutod az 54-es útig. Igen, bócsáig. El kell menned bócsáig. Jó, tehát most jó irányba vagy, menjél el az 54-es útig, ott föl fogunk szeretni téged egy hallgatónkkal, felkaphatunk, és felhozunk Pestre. Jó, azt megköszönöm, nagyon szépen. Jó. Át fogsz menni a Bócsa-Bugaci csatornán. Igen. És el kell jutnod az 54-es útig, tehát azt keresd meg, hogy hol az 54-es út. Hát most egyedül, miközben telefonálok, ez hogy mondjam, ez az egy... Az jó, hát most menjél tovább ez egy gagyi androidos telefon, szóval ne várjátok el ilyen dolgokat. Jó, mennyi van még az aksidban? Hát, van nálam egy powerbank, még bírja. Van nálad egy töltője, külön töltő? Igen, mert én nagyon sokszor jártam már is, hogy igazából kibasztak velem, és volt olyan Csúnyán elbántak veled. Igen, szóval nagyon csúnyán elbántak veled. Igen, volt olyan sátot kellett magammal mindig cipelnem. Van a táskámban egy darab ilyen tém kis bögre, egy hátizsákom és ennyi. Jó, figyelj, segítünk neked, jó? Már hogy a kutyák is az egész életem. Jó, felszedetünk. Vagy menjél Soltvadkert felé, vagy Bugac puszta, az 54-esen juss el. Bócsa felé fogunk menni, mert arra felé van. Jó, menjél Bócsa felé, menjél Bócsa felé. Bócsán megy az 54-es, ott úgy balra Soltvadkert. Pont az az út, amin te haladsz, Fischer Bócsáról Bócsa irányába, az pontosan beletorkolik az 54-esbe. Így van, azt kell nekünk ott, állj meg, 10 perc, ha rácsörünk, hogy hol vagy, és küldünk oda valakit. Hát jó? Inkább egy 20 perc múlva. Jó, 20 perc múlva, oké. Ne haragudj, de... Ja, ne viccelj, nem, ma a hallgatóinkat nem hagyjuk magunkra, magára. Úgyhogy föl fogunk szeretni téged, és fölhozatunk. Jó, Pestre? Köszönöm szépen. Jó, megjön. Állam, üdvözlöm. Ne viccelj. Fél GPS van a... Van. Van, de mondom, a RAM-ba kevés van a telefonban, és nem bírja a telefonálásra egyszerűen. Jó. Oké, okay. Na sétáljál, akkor tartsák ki még kicsit, jó? Köszi, fiúk. Jó, intézzük, hogy valaki menjen oda. Köszi.
szia. Jakabszállás felé menjen az 54-es felé, most rossz helyre küldtük. Marhára nem. Nem küldtük rossz helyre, nem látjuk, nem küldtük rossz helyre. Igen, igen, teljesen jó. Illetve ha valakinek kell Loász fiú, már állásba, akkor az is írjon, nem? Írjatok mindenféleképpen, igen. Szép a táj, nincs ott semmi. Most milyen rohadék emberek vannak, egy nap után így kirakják, nem? Már legalább vigyel valameddig. Hát figyel, egy buszvégállomásra, vagy valahova. Ha még azt mondja, oké, fi, nem kell lesz, nem te vagy jó a munkára, akkor is legalább egy busz megállóig. Meg valahova, érted, nem? Érted, a jegy, mondjuk buszjegy, nem tudom, 3000 forint. Akkor kifizetem neki. Hogy... Na nézzük egy-két otthagyós SMS-t még. Anyukámmal elmentünk a kampiba vásárolni, az öcsémet beadtuk a Pán Péter játszóházba, amit nagyon szeret. Bevásároltunk, hazamentünk, majd otthon rájöttünk, hogy az öcsémet a játszóházba hagytuk. De jó vagy. Visszamentünk érte, persze neki nem tűnt fel a kis kitérünk. Egy barátnőm a Jorgosszal volt Krétán 94-ben, az idegenvezetővel összebarátkozott, és megbeszélték, hogy a haludó utazási iroda hazafelé induló gépéről a barátnő maradjon le, mert akkor még 2-3 napot maradhat Krétán. Az idegenvező elintézte, a barátnő végül kártérítési pert nyert a Jorgosz ellen. A bíróság megítélte neki. 2 éve az adventi vásárt indultunk megnézni Bécsbe, egy srác volt az, aki késett az indulásnál, kb. 35 várakozás után a végtelenül alpári buszsofőr Sanyi közölte, hogy ő aztán nem vár tovább, és elindultunk. A megszepett idegenvezető pedig nem szólt semmit, próbált telefonálgatni, de végül ráhagyta, és elindultunk hiányzó utas nélkül. Óriási balhé lett belőle. Engem Jeruzsálemben az óvárosi piacon hagyott ott az idegenvezető, ott felejtett, az ortodox negyedből egy arab pasi hozott vissza, miután leordította a fejemet, hogy ez nem turistáknak való. Az idegenvezető azt mondta, hogy létszám szerint egyébként megvolt a csoport. Névről ismerje kell mindenki. Csoportos utazás, csak hát a csoport ott hagyott minket az Eiffel torony alatt, francia tudás nulla, elmetek nélkülünk az előre kifizetett vacsorára. De legalább vacsora után visszajöttek értünk. Puszta Szabolcsi középiskola diákjait hagyták itt Angliába 96 környékén. Az angoltanár a beszedett pénzt akarta lenyúlni. Egyszer csak a diákok azon kapták magukat kint Angliába, hogy se tanár, se pénz, se szállás, se semmi. Tehát lelépett a tanár. Azért az is mennyire kemény, nem? Buszos kirándulásnál az egyik pihenő után az idegenvezető megkérdezte, hogy megvan-e mindenkinek a párja, mire egy idősebb úr megszólalt, hogy az ő felesége a pihenőnél maradt, de nem baj, mert nem hiányzik neki. Legalább őszinte. Nem baj, mama. Az ennyire jó, hogy kérem, nézzem mindenki, hogy megvan-e a társa. Emlékeztek, a buszos túrán mindig ezeket mondták. A társadat kellett megkérdezni. Igen. Ha megvolt, akkor minden. Akkor megvoltál. Bácsik elhagyta a feleségét. Na, drága hallgatók, tehát van egy bajba jutott hallgatónk, rajta kellene segíteni. Ő Fischer Bócsáról sétál egyébként Bócsa felé, Alexről van szó. Ha megy valaki arra, akkor próbálja meg őt megtalálni. Jó? Szedjétek föl, ültessétek autóba, vagy soltatkedik, vagy valameddig. Próbáljátok az M5-ös irányába elhozni. Hát igen. Ugye a Kecskemét mondjuk, azt szerintem az eléggé használható lenne. Az nekünk már, az már nagyon jó. 54-esen elhozni Kecskemét, és aztán pedig ott nem, az M5-ösen biztos, hogy találunk valakit, aki befele jön. Hát vagy illetve az van, hogy rengetegen jelentkeztek lovászt kerestve, tehát aha, most van például vésztői, érted, akkor már lejöjjön Pestre, akkor menjen vésztőre. Hát lehet, hogy előbb haza akarna. Haza akar jönni, nincs szerintem. Haza, nincs haza, nincs nála semmi. Nincs haza, egy munkásszállón lakott itt, vagy egy ideiglenes szállón, és mindenen álla van. Gyerekek, neki nincs haza. Tehát, hogy Budapest nem hazajön. Hát de valamiért följön Pestre. Hát, mert itt, ő mondta, hogy Pestre szeretne visszajönni. Igen, mert itt, ahol van a szállása, gondolom, ott megint bevackolja magát. De hát ott szerintem nem hagyott sem. Na jó, segítünk neki. Jó. Szedjétek fel, aztán meglátjuk, jó? Ha valaki Fischer Bócsáról megy Pest irányába, próbálja Alexet megtalálni. Hát, ha be tudjuk ültetni egy autóba. Jó, Kecskemétig szívesen elhozom, írja Tamás. Oké, hát akkor találjátok meg ott bandukkal valahol. Igen, a Fischer Bócsai út és az 54-es kereszteződésében kell keresni. Egyébként ez nyíl egyenesen jön a Fischer Bócsai út az 54-esnek, még nem is lehet. Hogyha valaki esetleg odaér és nem látja ott a srácot, az nyugodtan kanyarodjon be a Fischer Bócsaira. Nem. Ja? Kanyarodjon be a Fischer Bócsaira az 54-esről, és biztos, hogy szembe fog vele jönni a srác. Szegény. Na mutatjuk ezen a beugrót, jó, figyeljetek, ha játszanátok hármasugrást. Úristen, nem hiszem el, hogy mi van benne, azt meg kell hallgatni még egyszer. Óriási. Úristen, de jó. Szólok, ha jön. Most figyeljetek. Atyaisten. Na, 9 után legyen ez a zene. Jó. Tá-dá-dá-dá-dá. Ez egy sorozatnak a zenéje volt. Dolby Céva. Úristen.
Atya Isten, írjátok meg, mit hallottunk. Jó, kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Ha valaki fel tudja szedni Alexét, az meg tegye meg nekünk, hogy egy picit segít. Jó, 2 perc múlva, 9 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 4:10, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, egy jó kis Bon Jovi. Tényleg a fanyalgok is megkapják, amit szeretnének, egy ilyen kis soft rockos Bon Jovi. Az új albumáról, vagy a új albumukról szólt ez a dalocska. Igen, picit régebbi. Nem a legújabb, de... És most egyébként készül már az új. Nem tűnnek magukkal. Nem, ezek a srácok, ezek nem. Ez nem új, nem ez az új album? Nem tudják abba hagyni. Azt mondja, hogy kérlek szépen utána nézek mindjárt. A Zsuzsa azt mondta, ez az új albumáról egy másik dal. Nem ezt mondtad? De. Ugye? Na mindegy, egyébként nincs jelentősége, tehát jó volt, csak kérdezem, hogy nem mondjak hülyeséget akkor, tehát nem ez az új album. Nem. Tudod az összes album dalait fejből? Nem, csak ezt a zenét én hoztam be. Ja? Akkor már. Ez engem ez meggyőzött. Igen, ez elég nyomós. Azt kell, hogy mondjam, nagyon, sajnos igazad van. Sajnos igazad van. Sajnos. De hát nem tudom, hogy el kell ismerni. Árpád híd Budai hídfénél a Vörösvári út elején csőtörésen van, rendőrök kint vannak. Nem áll vízelek. Ne, léci, ne küldjetek ilyeneket, léci, tényleg. Hát benyalok minden ilyet. Rászaladok, nem áll. Nem, most már nagyon vigyázok, óvatosan olvasom. Nincs értékelhető közlekedési hír szerintem. Nem, mert mindenki megpróbál megtréfálni. Tehát mindenki azon dolgozik, hogy bekerüljön az adásba, úgyhogy közlekedés hírnek álcázott, egyébként személyes üzeneteket próbál meg továbbítani. De azért találok egy-kettőt. Kazinc Barcika és Hajós Szentpéter között egy fehér transzporterből dinnyét tárolnak a 26-os úton. Hát csak nem, ezt nem ők írták egyébként. Aztán azt nézem, hogy M60-as Bojtó Budapest felé le van zárva. Ez Zsóka küldte nekünk, és az M3-as Miskolc felé vezető oldalán a hídról mérnek a 103-as kilométernél. Na, úgy néz ki, hogy Alexet felvették. Köszönjük szépen mindenkinek, nagyon sokan jelentkeztek. Úgyhogy nagyon helyesek vagytok, komolyan tényleg. Hát. Nem? Ezt a most elnéztem. És most jártok. Drágák vagytok. Senki. Mi nem hagyunk ott senkit az útszélén. Mindenkinek segítünk tényleg, nem? Ez mondjuk ilyen kampányigéret volt, igen. Nem hagyunk senkit az útra. De most nem úgy értettem, nem. Csak minket hagynak a... Minket az útszélén hagynak, igen, de mi nem hagyunk senkit. Mindig senkit nem hagyunk az útszélén, úgyhogy megoldódott a történet. Drágák vagyok, többen írtátok egyébként, hogy arra mentek, merre kell, hol van pontosan. Köszönjük szépen, úgy néz ki, hogy nem is csak Kecskeméti, hanem egészen Budapestig. Budapestig megvan a fuvar, úgyhogy Alexet felvették. Na. El van intézve, kipipálom. De ez egyébként olyan jó érzés, ja, nem? Jó. Na, akkor most jöhetek én, akin segítenetek kell? Na, mi van a perverzeddel? Nem, most a perverzet. Elkaptátok? Nem, nincsen most. Ugye volt 2 ilyen alkalom, a nyáron, vagy 3, amikor megjelent, de nincs. Szerintem javaló csak azért, minden falunak van egy, mindenhol van egy ilyen, de és hogy nálatok is meg fölbukkant egy ilyen perverz bácsi. Egy nézelődös önmagát fogdosós. Kukkolja a gyerekeket. Így van. Szerencsére odáig nem jutott el a dolog, hogy ugye ahogy szokták, ilyen kabát széttáros legyen a dolog, de most nincs, most már eltűnt szerencsére. Lehet, hogy ez is segített, hogy beszéltünk róla. Igen, és valakit hallgat, elkaptam. Ő is. És minket hallgat, és minket hallgat. De a másik problémámat szeretném. És kapott egy hívőtőtáblát a nyakába, és valahol most nagyon mélyen van. Mert hány méteres a vérencei? Hát attól függ, mert egy nagy jelentős részén másfél, de vannak benne 8 méteres úgynevezett kutak. Aha, oda vitted? Oda szoktuk el, aki nem ott kell, az ott van, igen. És tudjuk egy pára, hogy ezek merre vannak, mi nem megyünk arra. Beteg rohadék. Úgyhogy ez megoldódni látszik. Viszont van egy brit nő, aki azt mondta a férjének, és szeretnék segítséget kérni, azt mondta a férjének, hogy drága, akkor mai naptól kezdve egy éven keresztül minden egyes áldott nap szex van. Ne, minden nap kettőnk senki között. Nem mi
évig. Mennyi ideig? Fél évig? Egy teljes éven hol keresztül tartanak? Megcsinálták a dolgot. Atya úristen. 365-ször is megcsinálták. Lápa, az érdekes a dologban, ugye, hogy három gyereke van a hölgynek, és akkor egyik nap így rá öntudatára ébredt, hogy ő már bizony nem olyan szép, mint kéne, és már nem mert levetkőzni a férje előtt, és azt találta ki, hogy ezzel, hogy egy évig ők szexelnek, ő majd föloldja ezeket a fajta gátlásait. Egyébként a kísérlet sikerült, mert valóban fellazult a hölgy. De azon gondolkoztam, hogy ez hogy lehet otthon beadni, hogy hazamész és azt mondod anyának, vagy anya azt mondja apának. De anya mondta, hogy Rondának érzi magát, ezért szexel velem, vagy igen, mi? Igen, igen. Tehát, hogy tehát ronda vagyok, de azért szexel velem. Rondának érzem magam, pedig hát nem volt ronda nyilván, csak látom, hogy már nem kívánsz, úgyhogy szexeljünk minden nap. Igen. Ez lesz a büntit, 365 napon keresztül. Ne, hát de hogy pont, hogy nem bünti volt, mert három hónap után elkezdték még jobban vágyni egymást. Tehát azt mondta a nő, hogy három hónapon keresztül szinte, hogy kínszenvedés volt minden nap ágyba bújni apával, de leginkább saját maga miatt. Viszont, hogy eltelt a három hónap, akkor egyre inkább elkezdték élvezni a dolgot. Például volt olyan, hogy már ilyen zenéket állítottak össze, kijöttek a hálószobából, már csinálták a konyhaasztalon, és közben a gyerekek vacsoráztak. Igen, kenték az uzsonnát, és ugye minden így felszabadult, és azon gondolkodtam, hogy nem kéne nekünk is ezt a tesztet megcsinálni. Egy hármunknak? Nem együtt. Most már kell valami. Valamit húzik, rá kérdezik húzni erre a dologra. Nem, hát minden házas ember panaszkodik, hogy egyre ritkábbak a szexuális együttlétek otthon. Szerintem most a hallgatókat megkérdezed. Megkockáztatom, hogy köztünk azért első négy hónap is nehéz lenne, nem csak a három. Nem csak három, hanem négy hónap. Hogy megkérdezed a hallgatókat, akkor mindenki panaszkodik, hogy úristen, már egy hónapja, már két hónapja nem volt szex otthon, hogy ezt, hogy hazamennénk, és azt mondanánk, hogy drágám, te itt is mondhatod, mert ugye nincs nagy távolság, drágám, vagy minden... mondom én, ha akarod. De várja, veled vagy vele? Ha hármat csináljuk, szívesen ezek középen, én leszek a Lucky Pierre. Ez egy szakzsárgon. A Lucky Pierre, aki jót tesz mással, és neki is jó, ha értek, mire gondolok, hogy három pasi, ha láttok ilyen fotót, aki középen van, ő a Lucky Pierre, aki ad is, meg kap is, ha értitek, mire gondolok. Tehát ő van középen, úgyhogy én inkább csak adok. Én, ha lehet. Nagyon szépen bevállalom a Lucky Pierre szerepet. Ha gondoljátok. Ez nem menne szerintem. Egy éven keresztül. Ez nem menne. Á. Lehetetlen. De miért nem? Egy nő, akinek szerelmet, hűséget fogadtál, boldog na vagy vele. Hát ezért pont nem. Tehát ennyi. Ne is mondd tovább, mert tulajdonképpen megmondtad azokat. Nyomasztó tényező, amit most felsoroltál, hát ezért. Ez engem mi stresszel. De amikor elkezdődik a párkapcsolat, akkor ez benne akkor van. Megy. Akkor minden nap, vagy napi háromszor is. Érted? Az nem ment soha. Az, de, akkor kettő, de reggel este. De hogy utána ez hova tűnik? De mással. Hát ez egy jó kérdés igazából. Vagyunk, én azt gondolom, hogy igen. Igen, de, de akkor is fáradt voltál, tehát amikor összejöttél egy nővel, akkor is voltak gondok, akkor is kellett melózni. De akkor így ejtőztél, így frissültél fel, így regenerálódtál. És most? Hát most inkább nem. Most, igen, most egy jó alapos alvás, mély alvási periódussal. Az emberi természet így működik szerintem, hogy minden, ami állandó, meg minden, ami ott van, arra előbb-utóbb nem azt mondom, hogy kicsit ráunsz, de hogy megszokottá természetesen válik, és hát szeretnél esetleg valami újat, vagy más. Tehát ez egy tök... De abszolút benne van a pakliban. Nyilván látok én is olyan párokat, a 8-10 év után remekül működik, de keveset. Aha. És ha megfogadod, hogy csinálod, akkor ez nem fog segíteni, mert a brit nő példája azt mutatja, hogy volt három hónap keserűség, de utána viszont... Hát vannak ilyen szexterápiák, amiket így fölírnak, hogy amennyiben elhüdegülés van, akkor tűzetek ki egy adott mennyiséget, és minden nap. És valahogy egyszer csak átesel a holtponton, és onnantól kezdve elkezd nagyon működni a dolog, és azt, a terápiáknál is azt mondják, hogy az eleje tényleg kemény. Mikor se kedved, se hangulatod. De hogy csinálni kell, csinálni, és utána egyszer csak ez valahogy elindul, és párok mondják, akik között már kihűlt a dolog, hogy tök jól működik. Aha. Tehát, hogy visszaadta a régi. Valaki ilyen lelkesedést. Nagyon megszívják már három hónapon keresztül kínszenvedés, és utána is. Még kilenc. Igen, megkímélték volna magunkat. Igen. És ott már nem engeded el három hónap után, mert három hónapot végigcsináltál. Akkor csak szerel nagyon, ha csinálod 8 hónapig, és még mindig nem jött. Akkor már csak 4 hónapot van, és akkor azt lenyomod, és mondod, de hülye vagy, ebbe belekezdtél. Ki volt az állat, aki elítette veled, hogy ez 4 hónap után jó lesz. De már 8. hónapban nem hagyod abba. Ez egy 5 évet rápihensz. Tényleg semmi. Hát...
Itt szerintem inkább itt a minőség lenne, nem a mennyiség. Aztán fene se tudja. Hát ez a 365 napos ilyen tortúra azért ez elég keményen hangzik, de tortúra. Igen, mert az a baj, hogy itt a mennyiségen van a hangsúly. Én ebben nem hiszek. Te nem megy át. A minőségbe hiszek, meg abban, hogy az új dolgok generálják szerintem a változást, nem pedig az, hogy jöjjük a minden nap. Hogy érted, kötelességszerűen. Új dolog alatt mit értesz? Hát azt, hogy olyan dolgokat próbáljunk ki, amiket még eddig nem próbáltunk ki. Hajdú, most sógép centrifuga közben? Például. Azt megcsinálta. Igen. Hát nem vannak ezek a nagy automata mosógépek, már nem ráznak annyira. Tehát ez régen működött. Ki kell venni az egyik lábát. A mosógépnek? A négy láb, egyet kiveszel az egyik sarokról, és akkor már ugye nem tud olyan kiegyensúlyozottan járni. Ilyen egyszerű. Az nem jó. Egy hirtelen mozdulat azért nagyon komoly károkat tud okozni. Ezt azért óvatosan. Tempó közben. És most azt nyilatkozták, hogy minden oké, rendbe jött? Igen, és úgy jött rendbe, hogy letelt az egy év, már az egy év alatt érezték a változást, a nő lelazult, és mer egy csomó dolgot csinálni, és beállt egy jó heti 3-4-re a szex közöttük, a három gyerek után, az egy év elteltével, és azt mondja, hogy azóta is nagyon várják mindent, plusz egy olyan hozadéka is van, hogy elkezdtek figyelni a másikra, jeleket venni, hogy mikor akarja, mikor nem akarja. Elkezdett a nő is például ilyeneket csinálni, hogy szexi fehér nemű, a klasszikus dolgok, amivel fel tudja dobni a történetet, és ugye a férj is azt nyilatkozta, hogy a három gyerek mellett tényleg nem volt idő. Gondolták ők, de most is három gyerekük van, és most megvan. Csak hogy egy kicsit így ráfigyeltek. Keservesen hangzik. De nem hisztek ebben. Nagyon nem. Nagyon nem. Nagyon nem, de mondom, csinálják pár terápiának. Hát ez egy bevett gyakorlat. Ez egy létező bevett gyakorlat. De hát akkor rajtunk múlik, ha úgy döntünk, hogy kell, akarjuk, és teszünk ért, akkor működik, ha nem, akkor nem. Most mondjuk Viki figyelmeztetőleg egy kávét tett ide mellém. Én már intettem, hogy elég, mert hogy most mindegyünk előtt van egy kávé. Ez csak azért ne legyen feltűnő, mindig nekem hozza, csak ne sértődjek meg rajta. Ezért ti csináljátok, hogy mintha meginnátok, de ez alapjában nekem szól. Hallgatja az adást, szedjem össze magam. De akkor mindenki elé letesz egy kávét, hogy ne érintsen ez engem érzékeny, mert figyel a lelki világomra. Alibízok. Így legyen egy kis alibívás, de gondoljatok arra, hogy ez Balinak jött egyébként. De finom ez a kávé, Viki. Szóval, hát le a kalap valaki ezt így ebben a formában bevállalja. Nem tudom, hogy ez így menne egyébként hosszú távon. El akarod kezdeni? Azon gondolkodtam. Hát más kell csinálni, de mondd el, meddig jutottatok. De nem ér kamuzni. Tehát mondd el, hogy 6 nap, 8 nap, 1 nap, 3 nap, elaludtál, elfelejtetted. Tehát mondd el, hogy meddig jutottatok. Add be ezt DK-nak. Na hogy? Mit hogy? Hogy adod be? Haza meg drágán. Hát, hogy aludj nyugodtan, te addig sertepertélsz. Van egy kis meló, hogy meg kell csinálni, mert bevállaltál valamit a fiúkkal. Hogy akkor álmos, aludjon, te kicsit eszel-veszel. Ne foglalkozz el. Nagyon nem fogja zavarni a dologban, aludjon tovább, te egy picit. Kérem, gyors leszek. A sertepertélyen, mert van egy fogadásod a srácokkal, és ezt most mindenképpen meg kell csinálni. És mondd el, meddig jutottál? Aha. Hogy valóban van-e az a pont, ahol azt mondtad, hogy most már viszont úgy mentél haza, hogy bárcsak tényleg újra lenne valami, vagy hogyha kinkeserves, akkor meddig az? Hogy bárcsak ne lenne. Mert azt mondják a párok, akik tényleg valóban egy ideig baromi nagy meló. Uh-huh. És miután valahogy egyszer csak átlendülsz. Hát ezt találjuk meg nálad, ezt a pontot. Két és fél hónapig beszámolsz mindenről, aztán meg kirakod meg a Facebookra később. Nem állom, akkor 686. napnál tartunk, nagyon jó, még mindig nem jön. Igen. Tehát ez a tikorotokban ez már nem lesz könnyű. Há, szóval, hogy még is értem, hogy Jani már ilyet nem vállal. Aha. Ne, már csak minőséget. Igen, évi egy is rendszer. De az olyan. De az akkor... olyan, hogy utána még érted. Szívem úgy jár, mint a stroboszkóp. Igen. Mennyi, hány évesek vagytok? Lassan 50? 50 körül, ugye? 46. Hát azért nem vagytok. Hol 50 körül? Nem vagytok 50 évesek. Jó, hát ez vagy vedd rá. Vedd rá békát, aztán meglátjuk, hogy mennyi. De most mi mennyi már? Az annyi valójában? Mondjuk, tessék, 46 éves hallgató írjon, hogy nálam most mennyi. De mi pánikba estél, vagy mi van? Most nem estem pánikba, csak elolvastam ezt a cikket, és olyan érdekes volt a dolog. Hogy lehet-e ezt még ilyen lendülettel csinálni? Hogy lehet. Bepánikoltam, mi, hogy hazamennek a nyaralok. Mi lesz velük? Nem lesz nekik buszosok, ott lesz egy nyugalom. Kire fogsz gondolni közben? Tényleg a pedofilok a parton. Most, hogy bekötötték a internetet, már tudok én is rákeresni. Vágási Feriéknél, Rákóczi Feriéknél végre bekötötték a netet. Úgyhogy Feri beszállt az internet bizniszbe. Na, jó van, hát mondd majd, hogy akkor hogy áll. Hogy áll a kísérlet? Játszunk, itt van már is egy hallgatónk, akivel hármas ugrás játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban.
Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Szia! Halló! 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 Sziasztok, Attila vagyok. Attila! Attila. Hát honnan hívtál minket, Attila? Hello! Hát, autópályán vagyok. Autópályán? Mit csinálsz? Merre mész? Megyek Szombathely, Pozsony, Budapest vonalat járom most minden nap. Az igen. Szóval minden segítek. Mit csinálsz Pozsonyban? Kérem szépen, javításra viszek telefonokat, mert a cégem bevállalt egy olyan munkát, hogyha mondjuk Spanyolországban feladnak egy telefont, garanciás telefont javításra, akkor azt 48 órán belül visszajuttatjuk az ügyfélnek, úgyhogy én most leviszem a telefonokat Szombathelyre délig, a délután 4-ig megjavítják őket, viszem ki Pozsonyba a reptérre, tesszük fel a repülőre, és másnap a futárok ki is viszik az ügyfeleknek a telefont. De hova kell vinni az ügyfeleknek a telefont? Külföldre? Igen, tehát Európa minden országából, lengyel, Izland, belga, francia, spanyol, te portugál. Visszajutott a marketing, mi? Hát igen, ez egy elég komoly üzlet. Akkor itthon szerelitek meg a telefonokat? Igen, itthon szerelik meg. Olcsó a telefonszerelő. De ezek szerint milyen telefonok? Spéci telefonok? Vagy milyen telefon nem tudnak megszerelni? Ezek okos telefonok, garanciális okos telefonok. Ja, értem. Aha. Értem. És na most van itt, hogyha gyorsan kiállok. Jó, csinálj csak közben, jó. Persze, nem tartunk föl. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyű, neki. Jó napot volt tegnap? Nem, most valamiért betalált egyébként az egyik kérdés nála, csak véletlen módon. Azt fogjuk mondani, hogy bunda, de nem az. Nem, hát sose tudjuk, hogy mit csinál a hallgatónk. Na jól van, oké, mehetünk, felkészültél? Mehetünk, igen. Na figyelj, de így szól az első kérdés. Melyik évben volt Németország újraegyesítése? 91. Hát... 89. Jó, a másodikra bemondtad volna, még elfogadjuk, de... 90, basszus. Körbelőttem. Semmi volt. 90, sajnos. Nem erre a kérdésre gondoltam egyébként, ami betalált volna nálad, de azt most nem mondjam, hogy holnap lesz, hallgass. Igen, jó, rendben. Nézem, igen, aha, értem már, hogy miért mondja Jani. De majd holnap. Ez valóban könnyű lett volna neked. Na hát sajnáljuk, ez egy rövid játék volt, ára úgy. Semmi baj, megyek tovább. Jó, Attila, jó munkát neked. Hello, sziasztok, ciao, ciao. Köszi, szia. Vigyázz. Hello. Vigyázz a sok telefonra. Igen. De érdekes ez a szolgáltatás, nem? Hogy így összerakod magadba, hogy ez hol éri meg, tehát, hogy elküldesz valamit Spanyolországba. Meg igen, ezek a rosszabb érdekes, de az a garisavítás van. Igen. Ezt nem csinálják a klasszik garisavítás. Meg lehet olyan, milyen spéci okostelefon van, kifejezetten valami olyan márka, ami... Igen. 3 perc a pontosan, 9:30, egy pici szünet, és már is jövünk vissza. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Újpesten sétálok, a Munkásodon utcán, Ibizára szeretnénk eljutni, kérlek segítsetek. Köszi, Norbi. Jöhet SMS-ben. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye a német kormány kiadott egy túlélési technikákról, túlélési csomagról szóló kis nyilatkozatot, és nem lettek túlságosan népszerűek. Hát kisebb pártvásárlási láz tört ki a német lakosság körében, miután a kormány azt javasolta a lakosságnak, hogy szükséghelyzet esetére mindenki gondoskodjon legalább 2 heti élelemről. És nyilatkozott a Magyar Katasztrófa Védelem is, általános tanácsok között szerepelt, hogy legyen összekészítve hátizsák, ivóvízben a gyerek kedvenc játék, a kötszer, gyógyszer. Mi elképzeltük ezt a valóságban, megnéztük, hogy miből mennyi kell, és rájöttünk arra, hogy ki a leghaszontalanabb tulajdonképpen ebben a társaságban, ha a túlélésről van szó. Megállapítottuk, hogy 2-re szükség van, és van valaki, aki meg semmi használt nem veszük. Ő lesz az első, aki 5 perc múlva halott lesz. Igen, ő lesz az első, aki meghal. Erről beszéltünk, hogy kinek mi van otthon, ki meddig bírná egyébként, ha valami olyan történne, ne hagyj Isten. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig az, amikor beszéltünk a kenyai sportolókról, maratonistákról van szó, nagyon helyes az ő történetük, és nagyon szomorú, mert hogy a kenyai olimpiai bizottság úgy döntött, hogy kint hagyják őket addig Rióban, amíg nem lesz olcsóbb a repjegy. Viszont neki ki kellett költözni a faluból, az olimpiai faluból, és ezért egy nyomor negyedhez hasonló, hát ilyen kis favellaszerű valamiben laknak, nem mennek észak kiírni, mert sokat lőnek közvetlen környezetükben, és nem hajlandóak őket hazavinni. Az ügyet ugye bonyolítja, hogy a napokban feloszlott az olimpiai bizottság Kenyában, úgyhogy a hazajöttás nekik egyelőre
egy távoli dimenzió. Folyik az átadás átvétel jelenleg. Szegények még ott állnak a Zoli B. felül előtt a kis Rio 2016 feliratok is táskáikkal, és várakoznak arra, hogy hát valaki esetleg hazahozza őket. Úgyhogy nagyon jól szerepeltek az olimpián a futószámokban, és ennek ellenére nem akarják őket hazavinni. Próbáltunk nekik egy picit segíteni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Aj, nem áll, menj, pedig egy valamos kis zalocska. Hello, Csabi, jó reggel, szia. Jó reggel, szevasztok. De fura szag van innen a stúdióban. Ő, Csabi az. Nem, valamit érzel, vagy kaja illat, de nem tudom. Hoztál valamit? Én nem. Nem én voltam. Én sem. Nem is kukiztunk. Csabinak van ilyen frissen mosott illata. Egy almát ettem. Az! Azt érezzük? Ropogott a fogam. Na mi újságban, Csap, hogy vagy? Minden oké? Okay? Óriási koncertre készülünk a zenekarral, képzeljétek el. Hát a kerületünkben van a folyamatosan fesztiválok, autómentes nap, stb. Ilyenek. Most lesz az Aranykút Fesztivál, ami mi már egyszer játszottunk, de hát akkor még nem főzenekarként, hanem mit tudom, az Anzibár előzenekaranként. És most először a kerületi rendezvények közül mi leszünk a főzenekar. De ez az, amiben a polgármester is benne van. Ez az igen, de tehát nem ő szervezi. Ja. Tehát ott vannak hozzáértő emberek, akik már láttak fesztivált. De megvan, hogy a kerületi igény volt már szervezet részünkről korábban, de mindig mondták, hogy nyugi, még nem tartotok ott. Ezek szerint most már. Ama felépültetek. Igen. Hány éve megy a zenekar? Négy? Öt. Ennyi idő alatt ideje volt megtanulni zenélni. Az Aranykút egyszer játszottunk ott a Best Of-val is egyébként. Igen? Igen. Aha. Akkor még én énekeltem. Az Aranykút Fesztivál, az mit jelentett, hogy a szervezők jól tudják ki? Van ott egy nagy játszótér focipályával, és azt hívják úgy, hogy Aranykút, meg van ott egy kocsma is. Ott léptek fel? Nem a kocsmában, hanem a kocsma focipályán. A focipályán a játszótér mellett. Igen. De ez le ne menjen a Red Hot Chili Peppers, érted még a végén hozzátok is. Igen. Aha, kérdez. Hát ez szombaton lesz, tehát ők ugye holnap meg holnap után játszanak, és szombaton, ha ráérnek még, akkor jöhetnek. Egy nap nyomnak kettőt, vagy két nap egyet? Nem, csütörtök pénteken lesz Red Hot Chili, és szombaton meg még egy kör az Aranykúton. Aha. Nagy lenne, ha megjelennének ott is. Ilyen kaliberű előadóját ritkán csinál, hogy két estét. Nagyon. Hát nagyon meglepő. Jön, lenyomja, elmegy. Most benne lenne rá igény, hogy még ugyanannyian beférnek, oké, de azért ez ritka, hogy valaki azt mondja, hogy két estét maradok, nem? Csak igen, hogy a környéken nem játszanak, tehát nincs Prága mondjuk, nincs Pozsony, és akkor arra számítanak, hogy mindenki ide jön. Most nem tudom, hogy mennek-e. De valószínűleg pont az volt a szerencse, hogy ugye hagynak mindig lyukakat a turnéban, tehát hogy nem játszanak minden nap ezek a zenekarok, és akkor volt szabad nap, és el is mehettek volna haza, vagy elmehettek volna a következő koncert helyszínére, és ott töltettek volna a napot. Így viszont, mivel hogy volt rá igény, itt maradnak, megcsinálnak még egy budit, és utána mennek tovább csak a következő helyszínre. Plusz ugye az van, hogy ez bejátszó állomás egy kicsit, tehát most indul a turné, most tették össze. Például ilyen is ritkán van, hogy már hétfő óta övéké a nagy csarnok, hogy 60 kamionnal jöttek, mindent ők hoznak. Na, meg így rajtunk is eredeznek, hát az eszünkben. Hát, de legalább itt összerakják az egész módjót. Az első tömegtől 10-re, mert elnézést kérünk, a másodikra már nagyon, nagyon frankon szól minden. Most rakják össze, most indul? Igen, az európai turnéjuk most indul. Például olyan is nagyon ritkán, hogy a zenekar itt van az első pillanattól kezdve, ugye azért is tudtak lemenni a koncertre, amit te mondtál, mert úgy szokták, hogy ha hozzák is a motyót magukkal, jönnek a színpadépítők, fölépítik, és a zenekar megérkezik délután este koncert. De ez most ugye bejátszó buli lesz. Te jó arcok, hát lementek itt egy magyar zenekar a koncertjére, és az egyetek CD-t kértek, hát azért az és nagyon nagy dolog. Megkéred az embereket, akik ott vannak, hogy srácok, most ne fotózkodjunk már, mert mi most csak rajongani jöttünk. Vagy igen, most csak úgy ellenünk, hagyjatok már egy kicsit békén, igen, tök jó arcok egyébként, ja. tök szimpik. Kértek egy CD-t ugye, mert a Four Seasons-be behallatszott valami kis koncert, és akkor ők lesétáltak. Azt hittem, azt gondolni, hogy kértek egy cigit. Igen, hát azt is. Lehet, hogy azt is egyébként, mert miért nem? Persze, hát kértek egy cigit, meg egy CD-t. Igen, ez a csöd. Érzed? Emlékszel? Kender? Hát akkor induljunk. Aha. És lementek, és kértek egy cigit ők is, igen. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó? Jó. Aztán szépen lassan búcsúzunk. Én egy picit azon is meglepődtem, hogy két teltház. Őszintén. Remény. Nem gondoltam volna, hogy ekkor igény van rájuk. Mert így évvel ezelőtt még. Igen. Igen. Nincs jó, mert elfogadjuk. Ez a kínai változó. Hello, Gábor! Hello, sziasztok, srácok!
Halló, jó reggel, csáó. Miskolcon? Meg vagyok lepődve. Igen, Miskolcon, éppen a Tiszainál. Na. Hát és ma van a munkai váltásod, azt hittad, sajnos holnaptól nem foglak tudni titeket hallgatni. Minden jót kívánok nektek, srácok. Hát, sajnos így van. Igen, azért odaírta a zárójelben, még nem voltam a nap hallgatója. Biztos az új. És mi lesz az új meló? Nemzetközi fuvarozó leszek. Kamionos. Nem, kamion, furgonnal. És az sajnos jó. Ugye külföldön a kamion vagy a furgonban nem fogja tudni titeket hallgatni. Internet viszont meg nagyon drága lenne. Úgyhogy majd visszahallgatni a műsor. Hát, valami speciálút viszel egyébként, bocsánat, hogy furgonnal? Mert hogy... Ez ilyen 3,5 tonnás, ez egy, hát már kell nem mondanék, ez egy ilyen kis dobozos kis furgon, ugye Magyarországon megpakolnak, és akkor elvittem Európa szerte, és onnan várok, ott lerakom, kapok megint ott egy csomagot, vagy bármi egyebet, és akkor azt meghozom, amerre kell, esetleg Magyarországra. De jó. Figyelj, a podcast formájában tudsz bennünket hallgatni, tehát, hogy az van, ahol alap van, ahol le kell szedni. Igen. És akkor hallgathatóak vagyunk, ugye ezek ilyen kis anyagocskák, amiket te meg tudsz hallgatni. Jó, és jó, ezek utána fogok nézni. Podcastok formájában fent vannak egyébként az interneten. iPhone-nál a podcast az ugye már egy alapapplikáció. Androidba azt hiszem talán le kell tölteni, és akkor a podcastba beütött, hogy vagy nálatok is alap? Az Androidba? Na, mi történt? Nekem Android. Na, ott van a podcast applikáció, arra rámész, az egy alap. Mondom, le kell tölteni. Podcast, le kell töltened akkor, és a podcastokba beütött, hogy Klassz FM Morning Show, vagy Morning Show, megtalálsz bennünket, és az összes hanganyagunkat mi töltjük föl. Morning Show. Jó. Mindenféleképpen, srácok, nem hagyom ki. 3 éve folyamatosan hallgatlak titeket. A mai műsor nagyon tetszett, főleg ezzel a közúti információ, aztán haláli jó üzenetek. Igen, nagyon sokszor ráfogadtunk. Ilyen kell nektek, Igen? Nekünk? Hát, nem nektek. Nektek kell, nem? Nekünk, akkor így mondom, mindenkinek. A vicc, a hülyeség az kell. A mai világban az kell mindenkinek. Mosolyozjunk. Igen. Drága vagy, köszönjük. Küldjük az ajándékcsomagot, aztán neked jó munkát, vigyázz magadra. Nagyon szépen köszönöm, minden jót mindenkinek. Ciao, szia, hello. Ciao. Még egyszer mondom, reggel mondtam már egyszer, de hát, hanem mindenkihez jutott. Hogy olcsó, lesz kétméteres kábelt keresel, tényleg, kettőméteres USB iPhone-hoz, gyári. Nem, azt akartam mondani, hogy a podcastekkel kapcsolatban nagyon sok kritikát kaptunk, egyébként teljes joggal, hogy a szignálok egy kicsit hangosak az elején meg a végén, és hogy ez egy kicsit az élvezhetőség, mikor olvásra megy, ezen javítani fogunk, mert tényleg nagyon sokan hallgatnak már minket ilyen formában. Úgyhogy, és ők jelezték, hogy egy kicsit érzett a fülük. Ne hívjatok, nem csak SMS. Úgyhogy ezzel változtatni fogunk. Igen, ezen változtatni fogunk. Milyen zenéd lesznek, Csabi? Azon nem változtatunk, hogy remek zenéd vannak mindig. Hú, és most nem a legújabbak közül választottam egyet, hanem azok közül, amiket ritkábban hallhattok. Uh-huh. A Pitbullt ugye ismerjük, rendszeres visszatérő, viszont a John Ryan nevű amerikai énekessel közösen készített egy dalt. John Ryanről olyan nagyon-nagyon sok mindent még nem tudhat a kedves közönség, hiszen a leghíresebb dal a pont ez, amit a Pitbull-dal közösen készített 2 évvel ezelőtt. Viszont ez tényleg egy olyan Pitbull dal, ami nem volt agyon játszva a többi Pitbull dalhoz képest. Ez a Fireball. Hát ilyen címben még ugye senki nem írt dalt. Á, sem közégvel, egység jut az eszembe. Nekem sem. És ezt már hallottuk jó dal, vagy ez ilyen nagy közhelyparádé? Figyelj, hallgassátok meg, a Pitbullt ismered, akkor nagyjából tudod, hogy nem egy ilyen szerelmes balladáról van szó. A klipjében is a Pitbull van egy-egy autóval egy klubba is felszed egy csajt. Tehát nagy truvályok nem történnek, de nagyon jó, nagyon tempós, igazi, nyári, vidám, jó kis Pitbull dal. Jó, Fireball. Ha esetleg véletlenül összekeverednéd egy nagy hard rock klasszikus, az se baj, majd utána leadod ezt is. Így van, tehát nem a Deep Purple féle Fireball-nak a feldolgozása, ezt önmaga írta Pitbull, csak a címét szedte valahonnan, tehát már hallotta ő is. Előtte add le a Purple-t, hogy nehogy összetévesszék vele a hallgatókat. Egyébként tök érdekes, mert ugye a Deep Purple-nek a Fireball borítóján egy tűzlabda jött, és ugyanez a borítója van ennek a Pitbull-nak, és először én is azt gondoltam, hogy a feldolgozás, de nem. Csak hát neki is ez jutott eszébe erről a szóról. De talán nem is baj, mert már hallottunk már egy feldolgozást a balatoni nyelv. Igen, az kár volt hozzányúlni.
Érzed, az nem sikerült annyira? Én szerintem nem. Tehát ez valami ez nem kell. Valami ez nem kell, igen. Tehát ha hát, hozzányúlnak, akkor csinálják belőle valami teljesen más. Tehát olyan nagy truváj nem történt abban a dalban. Egy darab leprész került be szerintem. A Flór Tomitól meg egy picit az alapot ugye átbingizték. Fárad ez a Well Hello sztori leginkább. Egyébként most... a zeneileg azt hallom. A szövegben nem, nagyon jók a szövegek. Én ezt nem adnám a Well Hello-nak. Igen, ő csak közreműködött. Jó, persze, közreműködött benne, többen csinálták így. Pixát sem, de ez a Well Hello csak közreműködött benne. Igen. Kérdezik el a hallgatóink, hogy mi lát a lovász fiúval, fölszedték, érkezik, jön, megvan, segítettek mi hallgatóink, úgyhogy szerintem fél óra kérdés, és konkrétan Pesten van. Úgyhogy happy end-el végződött a történet. Sikerült fuvart autót hallgatót találni neki, úgyhogy már szerintem Kecskemétet is elhagyva. Száguldanak az M5-ösön. Budapest felé. Jó drágák vagytok. Tök jó, tök jó. Mindenkinek segítetek, jó fejek vagytok. Novemberről meg keresetek nekünk frekvenciát. Na Csabikám, hát akkor jó munkát neked. Köszönöm jó, szépen. Tényleg, jó munkát neked. Nektek meg jó pihenést. Köszönjük. Köszi szépen te. Én? Hát te kívántad, nem? Nem, most valami szépet akartam mondani, hogy nem jutott eszembe, mert már rád néztem. Jó, hogy nem mondtad ki, egyből a helyzetbe jutott. Te most kapcsolatok, látod? Holnap jövök, csak egy kicsit később, tényleg, de fölhívhattok. De 7 órától élő hangjáték Sebestyénéknél. Jó. Jó? Tehát csinálunk neki egy effektet, hogy 7 óra után hangjáték, becsöngetnek Sebestyénéknél, és mint régen Vágássyéknál, most megnézhetitek, hogy indul egy reggel Sebestyénéknél. Jó, élő hangjátékban ezt előadjuk, hogy öltöz már fel. Az iskoláig, így van. Hol a kocsi kulcs? Igen, miért van ekkora dolga? Úristen, menjél meg. No, de aztán jövök, érkezem. Jó. Tehát, hogy jó. Érkezem. Csak hát beszámolok nektek erről. Nem szeretném kihagyni az első napját a suliban. Én is mindig az elsőnek szoktam csak bevinni a virágot, úgyhogy... Felicserögjetek. Nekem is van gyerekem. Hát ott is gyerek van. Akkor egy picit. Akkor. Na jó, majd összekapcsolatban. A konferencia beszélgetés. Na jó, Csabikám, jó munkát neked. Köszönöm. Ciao mindenkinek, hello. Csabi, a kívánság műsorral 555-5500 telefonszám. Kérjetek tőle, de azt szereti. Köszönöm. Jövünk holnap. Szevasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.